Akkor így elkezdeném az egészet így az elejétől, még egyszer elnézést a késedelemért. Szóval maga a Hungarian Hub-ot most úgy látom, hogy senkinek nem kell bemutatni, mert mindenki ismeri, mindenki már találkozott vele. Alapvetően ugye most már negyedik, ötödik éve működünk, most több olyan projektünk van, amit szeretnénk, hogyha ti is csatlakoznátok, illetve ti a szervezeteitekben meg tudnátok osztani, hiszen egy közcélú feladatokat látnak el. Az egyik a B-terv, ez munkakeresés tulajdonképpen azoknak a magyaroknak, akik elveszítették a munkájukat itt a pandémia alatt. Fontos itt kiemelni, hogy egyáltalán nem szeretnénk reklámot csinálni azoknak, akik Magyarországról akarnak Amerikába jönni és munkát találni, hanem azoknak, akik ténylegesen itt vannak és helyileg problémát jelent számukra ez. A korhatártalan programét főleg a 40 fölötti korosztályt szeretnénk megcélozni, a pandémia hívta ezt is életre, tulajdonképpen a célja az, hogy segélyvonalként működjünk, alapvetően olyan szakemberek vannak a vonal másik végén, akik mind pszichésen, mind pedig mentálhigiénésen tudnak segíteni a magyaroknak. A harmadik projektünk ez a virtuális színház, ez most éppen az otthoni események miatt ez szünetel, de már dolgozunk a következő ötleteken, és már vannak interjú alanyaink is, akikkel már elkezdtünk dolgozni. Szépen lassan ez is vissza fog szivárogni, és sajnos ez rajtunk kívülálló feladatok vagy történések voltak. A Hungarian Summit az jövő márciusban kerül megrendezése. Itt egy óriási kérdőjel van, most már elkezdtünk poénkodni, hogy a kickoff az lassan 2030-ban lesz, 2030-ban lesz, mert ahogy így haladnak az események, vírus helyzetileg nem annyira néz ki jól ez a történet, de majd meglátjuk, és hamarosan tényleg dönteni fogunk avval kapcsolatosan, hogy a online fogjuk-e megcsinálni, vagy áthalasztjuk esetleg őszre. Mindenképpen fontos lenne a ti véleményetek is ezzel kapcsolatosan. Egyik fő projektem most, ez igazából ez ugye leginkább ez hozzám köthető, illetve Margit Patricia Eszterrel közösen készítettük ezt a könyvet, ez pontosan a magyar szervezeteknek szól, hogyan lehet erős közösséget építeni 2020-ban. Egyébként Andrea kérdésére válaszolva nagyon sok tipp van avval kapcsolatosan is, hogy hogyan kell a sajtót megszólítani, illetve hogyan kell érdemes a közösségekbe bele vonódni. Ezzel kapcsolatosan természetesen igyekszem majd kitérni erre is, hogy legyen erre is vonatkozólag egy gondolat. És természetesen azért nem egy személyes megmozdulás ez, hanem egy komoly csapat van mellettem, mögöttem, ma is éppen új két önkéntest léptettünk be. Nagyon lelkes mindenki, és van a fiatalok, a középkorúak, idősebbek, és imádjuk ezt az egész vegyes csapatot, valaki Magyarországról, valaki pedig innen segíti a munkánkat. Na, a mai téma, ugye, ami lényegében, ami azt gondoljuk, és az eddigi tapasztalatok alapján a legtöbb igényt ezt tartotta számon, hogy a social media, mint közösségi média hogyan tud segíteni a közösségeknek. Mindenki, vagy ezt látjuk, hogy nagyon sok vezető el van akadva ebben, nagyon nehezen találja meg azt a megfelelő csatornát, vagy azt a működési vonalat, amin nagyon jól tud kommunikálni a közösségével. Bár mondjuk, akik itt vannak most velünk, itt van például Réka is Arizonából, ő is egy nagyon profi marketinges, és ő is biztosan tud hozzátenni egy pár gondolatot, illetve Zsolt is a Bocskai Rádióval azért rendesen minden napokban használják a social médiát, és nagyon jól használják, és komoly eléréseik vannak, de általában azért egy kisebb közösségnek ez nagyon időigényes munka, és alapvetően nem egy könnyű feladat átlátni ezt az egészet. Ugye az első körben ugye mindenek előtt még az alapokkal szeretném kezdeni, hiszen ugye ha már marketingről beszélünk, hogy azok a marketing alapok nélkül nem nagyon tudunk tovább menni. Az első és talán a legfontosabb az, hogy minden szervezetnek legyen megfelelő logója, megfelelő arculata, és ezt következetesen használják. Itt nagyon fontos, hogy a színek megfelelőek legyen, nagyon fontos, hogy az a logó az messziről is jól látható legyen, hány színt használnak benne. Tudom, hogy nagyon nem egyszerű ez a piros, fehér, zöld, kék, fehér, pirossal összekombinálni egy jó logót, hogy amerikaiasak is legyünk, és még a magyarosak is, de azért már vannak nagyon jó gondolatok és ötletek arra vonatkozóan, hogyan lehet ezt esztétikusan megoldani. Itt nagyon fontos az, hogy ne túl részletgazdag legyen a logó, és hogy nagyon jó olvasható legyen magának a logónak a neve is. Általában egyébként ez egy ilyen szabály, hogy a 90%-a, 93%-a a nagyvállalatoknak legyen az AT&T, Coca-Cola, vagy éppen bármilyen más óriás világvállalat. Ha megfigyelitek, összesen 2 színt használnak a logóikba, ez nem véletlen.
A következetességre pedig majd mindjárt itt most így ki is fogok térni, hogy alapvetően ugye az nagyon-nagyon fontos, hogy a logó, a maga, a színek, azok állandósuljanak. Látjátok, hogy mi is például Hungarian Hub-ból egy picivel más zöldet használtunk, ebben sokkal jobban kitűnünk, hogy az átlagból próbáltunk ezeket a színeket folyamatosan és konzisztensen használni mindenhol. Ezért létre is hoztunk egy nagyon egyszerű, nem kell természetesen ennyire komoly kézikönyvet létrehozni, de érdemes egy olyan Word dokumentumot kitölteni, ami rajta vannak pontosan a szervezet logójának, arculatának a színei, amit ugyanúgy minden kollégának körbe lehet adni, és a social médiában is ezeket következetesen használni. Majd megmutatom, hogy milyen programot érdemes használni, egy nagyon egyszerű és nagyon könnyen kezelhető programmal lehet tulajdonképpen már szerkeszteni nagyon esztétikus social média logókat, posztokat, amik nagyon egyszerűen és nagyon-nagyon jól használható. Itt van egy másik példa például, amit pontosan ezt mutatja, hogy mondjuk egy fesztiválnál, hogy hogyan érdemes használni. Érdemes egyébként a fesztiváloknak is egy külön logót, egy brandet fölépíteni. Már csak azért is, mert nyilvánvalóan ezek általában éves események, és nagyon jól brandelhető, és hogy ugye nagyon fontos az, hogy mondjuk egy merchandising szempontjából is egy visszatérő elemként mutatkozhat meg. Folyamatosan jelen lehet a mindennapokban is, de mindenképpen egy zászlóshajó események működhet magának a szervezetnek. És ezt a konzisztenciát természetesen ott is mindenhol érdemes megjelentetni, és magát a szervezetnél főszponzorként megjelenni, itt most egyben az esetben a Hungarian Community Church jelenik meg, és mint látjátok, de maga a Hungarian Festival, Daytona Beach, az egy teljesen külön brandként üzemel. A másik, ami nagyon fontos, ugye szoktuk mondani, hogy nagyon szép és nagyon jó, hogy van egy nagyon szép logó, meg vannak nagyon szép színeink, de azért alapvetően a brand az nem ezt jelenti. A brand azt jelenti lényegében, amikor ugye szokták mondani, amikor elmész a szobából, akkor a hátad mögött mit mondanak rólad. Milyen érzéseket hasz másokban magáról a szervezetről. Tehát, hogyha tényleg mondjuk nem jó a reputáció a magyar közösségnek, vagy a Petőfi, a Kossuth, vagy a nem tudom éppen milyen klubnak, akkor viszont ugye nagyon nehezen fogod tudni behozni az új embereket, mert ezt a reputációt ezen föl kell építeni. Az a jó hír, hogy az emberek bizalma visszaépíthető, újraépíthető, de alapvetően ez nagyon fontos és hosszú távú munka az, hogy a márkádat úgy föl tudjad építeni, hogy ténylegesen a sok megszólítással, a sok kommunikációval ezen nagyon-nagyon lehet erősíteni. És itt van ez a social media, ami pontosan ugye erről is szól, és ennek ad lehetőséget. A másik ugye, amit nagyon érdekes, hogy ezt sokan szokták ugye mondani, ez múltkor is beszélgettünk arról, hogy alapvetően a magyarok egy kicsit ilyen szempontból szégyelősebbek, nem nagyon merik felvállalni az ő gondolataikat és odaállni, hogy igen, ezt én csináltam, ez mint egy igazi amerikai, aki azt mondja, hogy igen, büszke vagyok arra, amit csináltam, és ez vagyok, az vagyok. Ez az otthonról hozott egy picit ez a attitűd, ez még sajnos még mindig bennünk van. Ezt úgy lehet változtatni, illetve nagyon fontos, hogy változtassunk ezen, egyrészt azért, mert már ugye az emberek mondjuk egy nagy cégnél sem szeretnek vásárolni csak egy cégtől, egy márkától. Sokkal jobban szeretnek vásárolni egy adott embertől, tehát hogy van egy arc mögötte, akit szeretsz megszólítani, akivel tudsz kommunikálni, lehet egy archoz kötni, azáltal válik hitelessé. Tehát ha a szervezetednek te vagy a vezetője, akkor igenis érdemes felvállalni az arcodat, a csapatodnak az arcát, és néha erről viszont muszáj és kell is posztolni, hogy az emberek tudjanak hozzád fordulni. Főleg a mi közösségünk, akik sokkal egy zártabbak, egy kisebbek, ahol, amit beszéltünk ugye legutóbb is tulajdonképpen, hogy fontos az, hogy hívjuk az embereket, hogy legyen az a telefon mögött egy arc, meg egy hang, aki meg tudunk szólítani, és egy bizalmat tudunk kelteni. Tehát itt nagyon fontos lesz, majd erre rátérek, hogy például te a saját Facebook oldaladon is osszad meg azt az adott rendezvényt, vagy eseményt, illetve néha azt, hogy igenis mondjuk egy mini videóba, ami tudom, hogy nagyon nehéz, és nagyon-nagyon sokaknak abszolút távol állt attól, hogy beszéljenek kamera előtt, de a mai világban esetleg érdemes elgondolkodni, hogy igen, erre föl kell készülni, és néha meg kell szólítani ilyen módon is a közönségünket, az a célcsoportunkat, azaz a magyarokat. Amiről ma főleg beszélünk, ugye a közösségi média, maga a média birodalom, hogy mi az, hogy média birodalom, hogy nekem lehet média birodalmam. Igen, ez a jó hír, hogy lehet egy saját média birodalmunk, és kiemelten a Facebookról és az Instagramról fogok beszélni.
Tehát építsük fel a saját média birodalmunkat, tehát körülbelül szerintem így néz ki mindenki, amikor a különböző social media platformokról, a hírlevelekről, a mindenféle kommunikációs eszközökről, weboldalakról van szó. Meg van őrülve, hogy úristen, hogy hogyan tudok ehhez hozzányúlni, hogyan tudok ezt kezelni. Ez valóban egy nagy feladat, és egy valóban ezt nem könnyű átlátni sok esetben, de az a jó hír, hogyha van néhány olyan platformod, olyan eszközöd, amit használsz rendszeresen, rendkívüli módon megkönnyíti a munkádat, és nem neked kell kitalálni, kitűnő templétek vannak erre, kitűnő olyan ötletek, amiket már csak alkalmazni kell. Ugye a média birodalommal, azért mondjuk itt Zsolt is itt van a Bocskai Rádiótól, tehát remélem, hogy ő is ezt megerősíti, tehát hogy alapvetően az nem elég, hogy van egy social media platformod, van egy logód. Itt sokkal többet kell lényegében ezen dolgozni. A weboldal az már annyira alap a manapság, és az emberek mielőtt bárki ilyen bizalmat kiépítenek bármilyen szervezettel vagy céggel, elsősorban a weboldalt meg kell, hogy nézzék. Ha megfelelő információkat, hiteles benyomást tudsz kelteni bennük, akkor sokkal könnyebben fognak csatlakozni. Itt nagyon fontos az, hogyha a weboldalad van, én mi általában WordPress-et javaslunk, az a legegyszerűbb sok esetben a szervezeteknek, de már annyi ingyenesen használható platform van, amit ténylegesen könnyen lehet használni, de a legjobb egyébként még mindig az, hogy ki kelljen ezt szervezni, esetleg pályázati úton, módon ezeket a megvalósításokat, a pénzt megszerezni ilyen módon. Itt van a MailChimp, nagyon fontos az, hogy folyamatosan tudjunk kommunikálni a célközönségünkkel. Ugye nagyon fontos az, hogy megnézni a célcsoportokat, ugye megnézni, hogy az 1956-os korosztály egy kicsit későbbiekben kevésbé kényelmesen érzik magukat az e-mailezésben, social médiában. Azoknak természetesen meg kell hagynunk azokat a nyomtatott verziókat, mint például most is a korhatárprogram kapcsán kértünk mindenkit, hogy nyomtassák ki ezeket az eszközöket, hiszen hozzájuk így lehet jobban eljutni. De másik oldalon itt is lehet egyébként majd oktatásokat is szervezni nekik, ami számukra egyfajta érdekességként és talán egy fejlődési programként is nagyon jól be tud illeni a mindennapokban. De a fiatalokat, ahogy Ági is mondta, illetve többen említettétek, hogy az fiatalokat meg akarjuk szólítani, akkor igenis az e-mail címeket valahogy be kell szerezni. Erre nagyon sok mód van. Egyrészt van egy nagyon jó weboldalad, a WordPress-nél nagyon jó integrációk vannak. Kérjük őket, hogy egy kicsit egy, hát hogy mondjam, nem szép szó, de így szokták mondani szakmailag, hogy agresszív pop-up ablakokkal kérjük őket, hogy iratkozzanak fel. Van egy fesztiválunk, akkor állítsunk oda egy önkéntest, aki a központi sátornál, megkérjük őket, hogy iratkozzanak fel a hírlevélre, csak egészen egyszerűen, hogyha ha egy papírlapot kirakunk, és arra fölírják az e-mail címüket, nagyon ügyesen össze lehet szedni. Ez egy nagyon jó kommunikációs forma, nem kell túlzásba vinni, havonta egyszer eltadunk magunkról, elküldjük a programokat, a lehetőségeket, vagy éppen mi történt a közösségben. Nagyon-nagyon jó reputáció építő eszköz. A SurveyMonkey-ról valószínűleg szintén hallottatok, ez egy alapvetően egy kérdőív platform, amin különböző kutatásokat, vagy kérdőíveket tudtok létrehozni. Magyarul, angolul abszolút nagyon könnyen használható, és ez is nagyon jól integrálható, mind a weboldalban, mind pedig az e-mailen keresztül kiküldéssel. Nagyon könnyen megtudtok információkat arról, hogy az a közösség tulajdonképpen mit is akar. Mert ne felejtsük el, hogy ez nagyon szép és nagyon jó, hogy mi ülünk ezen az oldal, az asztalnak ennek az oldalán, de hogy pont nem tudjuk megszólítani, és nem érdekli tulajdonképpen a közönségünket, akkor nem igazán tudunk ebben mit kezdeni. A másik, ugye, ami nagyon-nagyon-nagyon bonyolult, és nagyon-nagyon nehezen értelmezhető, hogy itt van ez a sok social media platforma, hogy Ági is az előbb mondta, hogy hogyan tudom a fiatalokat megszólítani, hogyan lehet őket a legjobban elérni. Alapvetően, ugye nekem marketinges a hátterem, tehát hogy általában akkor is akkor szoktam mondani a cégeknek, hogy specifikusan érdemes kiválasztani 2-3, maximum 4 olyan platformot, vagy olyan social media médiát, amit tudunk használni és kezelni is tudjuk, ami praktikus is mindenki számára. Természetesen a nagyon fiatalokat nehezen tudjuk megszólítani, de persze még ott vannak a szülői védelem, akikkel még kommunikálnak, tehát ilyen szempontból még nem biztos, hogy erre kéne fókuszálni. Én ilyen szempontból mindenképpen a Twittert azt kiejteném, mert alapvetően
elnökök beszélnek rajta, illetve hát ugye celebritások alapvetően, és ez egy teljesen más kommunikációs eszköz, az emberek nagy többsége nem ezen kommunikál, természetesen vannak erre kivételek, de alapvetően a Twitter ez nehezen kezelhető, értelmezhető, kevés szöveget lehet beírni, nem annyira könnyű. A Google Plus egy ideig nagyon-nagyon ment, illetve hát maga ugye a Search Engine Optimization szempontjából nagyon-nagyon szerencsés volt, de nagyon nehézkes a használata, úgyhogy ez ilyen szempontból nem nagyon javasolnám. A Snapchat megint csak a fiatalokat nagyon jól megszólítja, de nagyon egy olyan fiatalt, hogyha mondjuk be tudtok húzni, hogy aki tud kommunikálni a magyarokkal, fiatalokkal ezen a területen, akkor nagyon jó, csak ugye az a tapasztalat, hogy ez a korosztálynak nem tartja annyira menőnek sajnos a magyarságát, ugye ez később jön el, későbbi korosztályra, amikor meg már viszont megint a Snapchat nem annyira aktuális. Ugye van a WhatsApp, a különböző telefonos platformok, természetesen az is használható, de megint csak óriási macera és adatbázist igényel, ami megint csak nagyon nagy terhet ró tulajdonképpen a szervezőkre. A Pinterest inkább képi anyagokat lehet fölrakni, kevésbé tudunk kommunikálni úgymond ezekkel keresztül az ügyfelekkel, vagy a magyarokkal. A LinkedIn benne hagytam, de csak azért, mert hogyha nagyobb és országos, vagy tényleg egy ernyő szervezetről beszélünk, akkor viszont a LinkedIn-nek a jelenléte is azt gondolom, hogy kötelező. Tehát alapvetően ezt a négy platformot javasolnám, a Facebook, a Instagram, a YouTube és LinkedIn-t. A Facebook és a Instagram nagyon jól kombinálható, összekapcsolható, egyszerű a kezelése, a felrakunk valamit a Facebookra, meg tud jelenni az Instagramon is oda-vissza. Ez rendkívül jó. A YouTube, mint tudjátok, hogy a videóknak a hatalmában élünk most jelenleg. Ahogy ezt jósolták már 2020-ra, nyilván a pandémia is ezen változtatott, hogy a videó, tehát maguk a tartalmak, amik megjelennek a különböző social media felületeknek, annak a 70-80%-a csak videó lesz már. Úgyhogy a videóra mindenképpen rá kell fókuszálni. Már csak azért is, mert virtuális életet élünk most. Most láttam, hogy több példát is arra vonatkozóak, pont Miami-ban Gáborék csinálják azt, hogy ugye az összes istentiszteletet YouTube-ra is felrakják, illetve oda közvetítik élőben, ami nagyon jó lehetőségeket ad. De ugye a YouTube például és a Facebook ugye nem egy céget képvisel, például a Facebook az nagyon szereti az eredeti videókat, a saját native eredetű tartalmakat, és a YouTube, hogyha onnan osztjuk meg, akkor sokszor nem úgy jól működik, de a YouTube viszont nagyon-nagyon segít arra, hogy ha valaki Google-be beüt kulcsszavakat, és keres magyar közösséget, vagy találni szeretne, ahova tud tartozni, ott nagyon-nagyon segít az, hogy könnyebben rátaláljon a közösségre. A következő, akkor már ugye át is mennénk mindjárt a Facebookra ezáltal. A Facebooknál ugye, amit a szervezetek szempontjából mindenképpen meg kell nézni, hogy miért kell oldalt létrehozni, és miért nem elég, hogy személyként van létrehozva maga az a szervezet, hanem tényleg egy page-e legyen a magyar közösségnek. Hogyan kell létrehozni csoportot, miért jó, hogyha van egy csoportja az adott szervezetnek, milyen eseményeket érdemes feltölteni, kell-e eseményeket feltölteni, és miért jó, hogyha az eseményeket feltöltjük, és a hirdetés, amit így el is hangzott kérdésként. Az oldalak tekintetében ugye fontos azt látni és tudni, hogy Hungary Hub-ot raktam itt föl, tehát amit látjátok, ugye mindenképpen fontos az, hogy oldalként, tehát page-ként hozzuk létre azt a felületet. Ez azért jó, mert sokan kérdezik, hogy persze így nincsen elérés, meg ugye az algoritmusok ugye egyre nehezebben tudjuk elérni a célcsoportunkat, bla bla bla. Abszolút igaz. Másik oldalon viszont olyan új eszközöket és olyan eszköztárat tud kínálni egy page-nek a létrehozása,
amely a professzionális kommunikációhoz elengedhetetlen. Itt értem el ezzel ugyanúgy a magukat, a hirdetéseket, azt, hogy meg tudjuk nézni, hogy hányan tekintették meg az oldalunkat, hogy például mikor érdemes posztolnunk, mennyivel előbb érdemes mondjuk az adott eseményt ténylegesen feltölteni, illetve egy professzionális, előre meghatározott, ütemezett kommunikációt tudunk intézni, ez a schedule posztok alapján, ami megint csak nagyon jó, illetve amit látjátok itt lent is, ugye itt vannak azt, hogy élőbe is be tudtok jelentkezni, mert el tudjátok érni a célközönséget, vannak különböző ajánlatokat lehet tenni, és az eventek szempontjából meg különösen engedhetetlen, hogy page-e legyen az embernek, illetve a szervezetnek. A másik ugye a csoportoknak a fontossága. Itt nagyon erőltetem ezt a magyarok Amerikában, magyar vezetők csoportot is. Ez ugye azért is jó, mert ahogy az előbb említettem, maga a Facebook ugye az algoritmusokat nagyon-nagyon variálja, nagyon egyre nehezebb elérni organikus úton, tehát természetes úton, módon a célközönségünket. Viszont ha van egy csoport, és akiknek aktív tagjai vannak, és jól sikerül megválasztatunk azt a csoportot, akik tudjuk azt, hogy azoknak az érdeklődési köre biztosan rezonál a mi gondolatainkkal, akkor viszont sokkal nagyobb elérést tudunk biztosítani számunkra, hiszen kapnak értesítést, automatikusan megjelenik számukra, sokkal eredményesebben tudunk ezáltal kommunikálni már sokkal, illetve hát ugye föl lehet rakni kérdőívet, föl lehet rakni, be lehet variálni a betűtípusokat, és lehet sokkal inkább konverzióra bírni az adott célközönséget, ami megint csak egy nagyon nagy előny ilyen szempontból. Erre majd mondok példát nyilván, mert például a floridai magyarok együtt egymásért csoportnak vagyok az adminja, körülbelül 11 ezer tagja van most jelenleg. Nagyon komoly, és hogy miken mentünk keresztül. Tehát nagyon fontos az, hogy ezt természetesen jól kezeljük a csoportot, mert aztán a tényleg a legcifrább posztok előkerültek, de erről majd beszélünk, hogy milyen módon lehet ezt szabályozni. A következő maga az események, az eseménynek a létrehozása. Ezt nagyon-nagyon szorgalmazom mindenkinek, hiszen nagyon sokan látom azt, hogy föltöltenek különböző nagyon-nagyon szuper eseményeket, de nem eseményként töltik fel, ami azért így problémás lehet olyan szempontból, mert nem lehet látni azt pontosan, hogy hányan jönnek, hányan jönnének el, hogyan lehet kommunikálni, hogyan lehet elérni őket, és nem tudod folyamatosan emlékeztetni őket, hogy ez az esemény létrejött, vagy létre fog jönni. Arról meg nem beszélve, hogy nagyon fontos az, hogy mondjuk az eseményeknél, hogy egy állandó, tehát annyira nagy zaj van most jelenleg, hogy állandóan emlékeztetnünk kell az embereket arra, hogy lesz ez az esemény, ne feledkezz róla, főleg az online világban, ez még inkább így van, de erről is majd mondok, majd mutatok példákat. A másik, a negyedik rész ugye ez a hirdetés. A hirdetés szempontjából itt mindenképpen inkább kiemelném azt, hogy értelmezzük azt, hogy miről is szól maga a hirdetés. Általában azt szokták mondani igazi nagy szakemberek, hogy csak tényleg olyan nagyon kampányszerűen kezdjünk el hirdetni. Tehát amikor látjátok azt, hogy ezt a boosting gombot itt alul, és nagyon sokan rányomnak, nem biztos, hogy annyira jót tesz az oldalnak, hiszen az algoritmusokat olyan szinten felkavarja, hogy az organikus elérést teljesen lerontja. Tehát általában a szervezetek szempontjából ezért fontos az, hogy különböző megosztási csatornák legyenek, és az organikus elérésre próbáljunk koncentrálni, ahelyett, hogy szórjuk a pénzt, és nagyon sok hirdetést küldjünk el, hiszen ez egy külön szakma, és nincs is nagyon értelme, hogyha nem kampányszerűen végzel valamit. Természetesen ez más eset, ha van egy eseményed, akkor azt lehet vadul promotálni, és arra egy külön budgetet beállítani, de ott is már az viszont egy nagyon külön 3 órás tréninget igényelne, hogy alapvetően, hogy hogyan érdemes beillőni azokat a hirdetéseket, milyen képi anyagokat, A, B, C, D, E, F, G verziókat létrehozni, és azokból kell szűrni. Na, mint látjátok,
ugye itt az értelmezzük az adatokat, hogy miket kell nézni, hogy most ugye mindenki még mindig abban van a legtöbben legalábbis, hogy hány lájkja van az adott oldalnak. Most ezt elmondom nektek, hogy tényleg a nagyon szerencsések vagyunk a Hungarian Hub-ra, lehet, hogy 3100 lájkunk van, 3300 körülbelül a követőink száma, de havi szinten 30 000 emberhez eljutunk. Ami egy óriási szám ilyen szempontból, tehát hogy sokkal inkább azokat a reach-eket kell nézni, amit látok itt középen, hogy mennyi emberhez tudsz tulajdonképpen eljutni. Persze nagyon fontos a like is olyan szempontból, mert van egy ilyen pszichés hatása, hogyha azt mondják a magyarok, hogy hú, hát ennek az oldalnak van 500, 300, 400 tagja, akkor azért csak van ott egy közösség, ami mozgolódik, és ténylegesen ennyi ember meveret vettette a bizalmát. Úgyhogy ezekre is persze érdemes koncentrálni, hogy olyan is vannak trükkjeim avval kapcsolatosan, ez hogyan lehet ezt még inkább fölhúzni ezeket a számokat, és hogy még jobban tudjátok ösztönözni az embereket, hogyha egyszer valaki lájkolta az egyik posztotokat, de nem lájkolta magát az oldalt, akkor azt hogyan tudjátok őt behozni. És itt vannak, ugye, hogy maga, hogy milyen tartalmat töltetek föl. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a vizuális élmény és a szövegezés az olyan hatással legyen az emberekre, ami még inkább bevonza őket, és még inkább reagálnak rá. Itt a post engagementnél is láthatjátok. Tehát alapvetően ezek a nagyon fontos adatok. Mint látjátok, ugye a videók is milyen fontosak, hogy azokat hogyan lehet elérni, milyen hosszú legyen egy videó, ugye általában ma már ezt mondják, hogy egyre rövidebb legyen, 30 másodperctől az egyperceseknél ne legyen sokkal hosszabb. Persze, hogyha van egy hosszabb esemény, amire nagyobb összefoglalót készítetek, akkor ennyi más a helyzet, de alapvetően ezekre kellene fókuszálni például, hogyha egy rövid üzenetet szeretnétek mondani. És akkor itt nagyon röviden az Instagramra rátérek, és utána mindjárt meg is élőbe szeretnék mutatni nektek példákat, hogy hogyan működik a social media gyakorlatban. Az Instagramnál, hát ez egy nagyon trükkös dolog, itt is az algoritmusok folyamatosan, de folyamatosan változnak, tehát nagyon észre kell lenni, hogy éppen mikor mit kell csinálni. Sokaknak ez a még mindig misztikus, hogy mi a túró ez a hashtag. Ugye? Ezt ki kell mondnunk, hogy ez a hashtagelés, ez fogalmam sincs. Alapvető szabály az, hogy egy Instagram poszthoz legalább 15 és 30 között számban kell hashtaget rakni. Olyan témában, olyan hashtageket kell kiválasztani, amelyek abszolút relevánsak az adott poszthoz. Itt megvannak ezek az aranyszabályok, ennyire részletesen nem mennék bele, hogy 3-5 olyan hashtaget válasszunk ki, ami abszolút a közre, ami nagyon-nagyon nagy számú posztot jelentett már, hogy nem tudom, hogy a sunset szó, az biztos, hogy nagyon-nagyon több milliós hashtag számot mutat már, az például érdemes berakni adott esetben, de mondjuk az, hogy mi a magyar közösség ezt szólítjuk meg, akkor igen, hogy magyarok, nem tudom, Margaret Islanden legyen egy ilyen hashtag, ami szintén könnyen megtalálja majd az adott illető. Fontos itt ugye technikai részlet, hogy legyen összekötve a Facebookkal, amit említettem, tehát nem egy nagy dolog ilyen szempontból oda-vissza kommunikálni, de nagyon fontos, hogy ez a fajta átjárhatóság meg legyen. Mindig be legyen, amikor posztoltok valamit az Instagramon, akkor legyen egy check-in, hogy melyik városban, melyik településen, minél specifikusabbak vagytok annál jobb, hogyha Margaret Islandi, nem tudom, közösségi házat szeretnétek van nektek ilyenetek, akkor igenis akkor az legyen bejelölve, hogy még inkább lokalizálja az Instagram, és ez sokkal jobban preferálja és segíti az elérést. És sajnos itt sokszor kell posztolni, tehát ugye itt azért napi 2-3 posztot is sokszor ezt elvárnak. Mi sem tesszük, mert egész egyszerűen ez hihetetlen mennyiségű munkát jelent, úgyhogy ezt nem nagyon merjük bevállalni, vagy nem tudjuk kapacitással mit sem bírni, de hogyha már van valami fajta mozgás vagy aktivitás, az nagyon-nagyon szuper. Az Instagramra, mint látjátok, itt vannak a példák, hogy ugye nagyon fontosak a itt fönt, amiket itt láttok, ugye a sztorik is vannak, ami nagyon fontos, hogy hányfajta különböző kiemelt sztorikat tudunk itt létrehozni, külön téma specifikusan, látjátok, hogy próbáltunk mi is nagyon átláthatóan, és egyszerűen, ha ráklikkel valaki ezekre, akkor meg tudják, nagyon könnyen tudnak elérést biztosítani. Most hát a közben még jönnek egyébként, úgyhogy remélem, hogy így
mindenki hallja, meglátja. És ami nagyon fontos, hogy a színek is, hogy próbáljuk meg, ugye az arculat itt jön be, hogy azért hasonló színek jöjjenek be, hasonló érzést tudjunk biztosítani mindenki számára, hogy igenis az a mi brandingről van szó, igenis lássátok azt, hogy mi így kommunikálunk. Nagyon fontos, hogy kikfölzenítve a fönti részen például az, hogy emoji-ekkel és a weboldallal, hogy kik vagytok, mik vagytok, hogyan lehet benneteket elérni. Nagyon röviden, nagyon frappánsan, de mégis látványosan, innen jobban látjátok. A másik például itt van egy posztra példa, hogy hány hashtaget használunk, nem tudom mennyire lehet elolvasni, de tényleg itt a magyarok az USA-ban egészen addig, hogy együtt tudunk működni, mint a saját ilyen védjegyünként szolgáló üzenetet próbálunk megjelentetni, és ezek szépen bekerülnek a köztudatba, ez nagyon-nagyon fontos. Még egy trükk egyébként az Instagramnál, hogy ugye most az algoritmusok azt is preferálják, hogy te legyél az első, aki kommenteli a saját posztodat, rakjál bele oda egy linket, vagy rakj egy emoji jelet, az sem mindegy, hogy milyen emojit használsz, mert az is értékeli az algoritmus, hogy általában ugye nagyon fontos, mert a Facebooknál is éppen úgy, hogyha mondjuk csak egy szóval reagálsz, vagy egy emojival, az sokkal nagyobb hatást vált ki, és sokkal nagyobb engagementet generál számodra. Most megpróbálnám elindítani a Facebookot, remélem, hogy sikerül. Pillanat. Lehet közben egy kérdésem? Igen, igen, persze. Mondd még egyszer, légy szíves ezt a részt, hogy a Facebook algoritmus, hogy azt javasolod, hogy kommenteljünk a saját posztunkon? Szóval... Ez főleg az Instagramnál érvényes, de hogyha például, ha te, mint szervezet, fölviszed a Facebook oldalodra valamilyen posztot, és mint magánszemély lájkolod, és valamit reagálsz rá, az sokkal jobban preferálja például az algoritmusokat, igen. Tehát ez nagyon-nagyon fontos például ezt így megvalósítani. De ez konkrét arra megy ki, azért, mert én csináljam, mert tudja a Facebook a háttérben, hogy én vagyok az adminisztrátor? Nem. Mármint az Instagramnál nem, igazából csak azt érzékeli alapvetően, ennyire mélyen technikailag az algoritmusok teljes mélységében nem tudok beállni, de ezek a trendek, hogy mindegy, hogyha te kommenteled, de akkor is az első kommentet neked kell megtenni, mert akkor jobban generálja. De természetesen a többiek generálják ezáltal. Tehát ők is csak, tehát például annak a pszichéjét, hogy látja valaki, hogy valaki már kommentelt valamit, azért csak megnézed, mert ott van a szemed rajta. És szóval ilyen szempontból. Vagy mire gondolsz? Nem elég a like, hanem kommentelni kéne. Komment, mindig komment, igen, mindenhol, minél több komment, annál jobb. Igen. Igen. Jó, tehát most ezt látjátok, ugye most, amit kivetítettem a Facebook oldalt? Látjátok? Igen. Jó, oké. Most azt mondom, hogy létrehozunk egy nagyon gyorsan, nagyon az alapoktól megyünk, hogy lássátok, hogy miről is van szó. Azt mondom, hogy Hungarian community, teljesen mindegy. Én Margaret Island, hogy egy ilyen, ez fiktív név. Marga. Jól írom? Bocsánat, Margaret Islands, mint kategóriák, én azt mondom, hogy egy non-profit organization legyen, amit látjátok, rögtön meg is jelenik középen ott a név alatt, még lehet még pár dolgot beírni, hogy not a business, nem tudom, bármit ide még be lehet, ide pedig a leírása maga a szervezetről, gondolom mindenkinek van már mission statementje, ezt érdemes ide berakni rögtön, és mindjárt meg is valósulhat. Na és akkor már mindjárt meg is van az oldalunk tulajdonképpen, szépen előhúzza. És itt van az, hogy adjunk egy profilképet, én egy kicsit így előre dolgoztam, bocsánat, ilyen szempontból, hogy készítettem egy ilyen fiktív, nagyon egyszerű logót, ezt ide érdemes mindjárt feltölteni,
látjátok, nagyon szépen megjelenik itt, nagyon fontos a logónál, ugye nagyon sokaknál látni lehet, hogy kilóg, belóg, nem jól mutatja magát, a sarka, az ég megvan, illetve nem lehet jól elolvasni magát a szöveget. Nagyon fontos, hogy egy nagyon vizuális élmény is legyen, de nyilvánvalóan, hogy olvasható is váljon a dolog. Most ide itt van az, hogy adjunk a cover képet. Én most erre akkor már mindjárt át is térnék egy picit arra, hogy hogyan lehet vizuálisan szépé varázsolni ezt. Írtam nektek a levélben, nem tudom mennyire ment át, hogy ezt a canva.com-ot érdemes használni. Ebben óriási lehetőségek vannak, van előfizetéses verziója, van ingyenes verziója, nekem előfizetéses van, de szerintem a nagy százalékát is ugyanúgy meglátjátok, vagy elérhetitek alapvetően, ingyenesen is. És azt mondom, hogy keresek egy olyan mindát, mert ugye a mi Facebook cover képeket, adjon ki nekem ilyen templéteket, most így ráklikkelek, mint láthatjátok, rengeteg ilyen típus van, még videók is, stb. Abszolút jól látható, hogy könnyen elérhető és nagyon esztétikus formában. Mindössze csak a képeket kell kicserélnünk tulajdonképpen ebben. Mindjárt kiválasztok egy nagyjából egy olyan Facebook cover képet, ami alapvetően elmondja az üzeneteinket, és meg tudja mondani azt, hogy mit csinálunk, hogy csinálunk, és nekünk mi a filozófiánk ebben kapcsolatosan, mondjuk legyen ez a templét, és természetesen mindjárt magyarként magyarosítjuk egy picit, talán az internet nem annyira gyors. Mint látjátok, vannak ebben is ingyenes fényképek, nagyon egyszerűen lehet használni, azt mondom, hogy ingyenesen kereshető fotókat, és azt mondom, hogy community, mert ugye ezt szeretnénk üzenni, hogy mi nagyon összetartozunk, nagyon szeretjük egymást, legyünk együtt. Mondjuk ez a kép, ez így, talán vagy ez, mindegy, ide behúzom, ennyi az egész, ide csak be kell húzni. A piros szín azt gondolom, hogy elég jó olyan szempontból, hogy ez nagyon magyaros is egyben, és akkor ide lehet írni egy ilyen üzenetet, hogy találd meg a gyökereidet, vagy találd meg a heritage, vagy akármi, tehát, hogy bármit ide be lehet írni. Érdemes, ugye, ami nagyon fontos a névnél, ugye a névválasztásnál is, hogy ugye az amerikai közönséget is meg akarjuk szólítani, a másod-harmadik generációs magyarokat, ezért érdemes olyan nevet választani, ami az amerikaiak számára is könnyen elérhető. Find your roots, mondjuk, ez a szlogenetek, felkiáltó jellel, és azt mondom, hogy még esetleg még fölrakom még a logót is ide föl fogom rakni, de simán föl lehet ilyen külön tölteni. Bocsánat, ezt csak így rárakjuk valamilyen úton, módon, mint itt akár, vagy egy fehéren, de vagy egy fehéresen jobban látszik, és ez szuperul, akkor szuperul tud kinézni. Egész egyszerűen letöltjük. Bárhova lehet tölteni, tényleg egy perc alatt kész van az egész. Azt mondom, hogy ide rakjuk, és utána visszamegyünk szépen az oldalunkra, és egész egyszerűen föltöltjük. Ez nagyon fontos, ugye a cover fotónál, ugye már videókat is föl lehet tölteni, az lenne a legprofibb, hogyha videót tudnátok feltölteni természetesen, de itt egy aktuális információkat, híreket, mindent föl lehet szépen ügyesen rakni, és nagyon látványosan lehet így kommunikálni. Ez is a professzionalizmust, illetve a hitelességet tudja ezt nagyon jól átadni az új tagoknak adott esetben, vagy akik már régóta keresünk, vagy próbálunk megtalálni. Mint látjátok, ugye ez is meg is jelent, nagyszerű, most meg is vannak, nagyszerű, most már vannak, van már oldalunk, stb. Lájkolóink sajnos még nincsenek, de mint látjátok, itt nagyon ügyesen itt oldalt, hogyha létrehozzátok az oldalt, akkor itt nagyon precízen meg lehet hívni az embereket. Most, hogyha nem bánjátok, akkor ezt nem fogom tenni, megtenni, mondjuk kit hívjak meg éppen, mondjuk, és így hirtelen nem látok senkinek a nevét, akit meg tudnám hívni, de ezt a meghívót, ezt külön el lehet küldeni üzenetben, ami mindig hatásos, hogyha még hozzá is írtak azt, hogy nézzétek, megalakult az új Facebook oldalunk, mindenképpen gyertek és lájkoljátok, ez nagyon-nagyon fontos, és egy személyes üzenetként élik meg, és természetesen utána még nagyon fontos, hogy utána még ez hogyan lehet még
további embereket hívni. Hogyha megnézitek, ez egy ilyen kis trükk mindjárt az elején, itt a három oldal, itt a oldalt van ez a három pötty, hogyha ráklikkeltek, és azt mondjuk, hogy invite friends, itt nagyon szépen ki lehet választani az embereket megint csak, tehát hogyha még új tagokat szeretnétek meghívni, és mondjuk a, nem tudom, a bostoni közösségnek még a fele tagjai még nem lájkolták az oldalt, de te ismerőseid biztosan, akkor itt nagyon könnyen el tudod őket írni. Itt nagyon fontos az, hogy azért ne ilyen vaktába lövöldözzünk, hogy meghívjuk a magyarországi barátainkat. Ez azért nem szerencsés feltétlenül, mert hogyha akarsz posztolni valamit, és el akarod érni a célcsoportodat, de a magyarokhoz jut el, mert az algoritmusok azt érzékelik, hogy ők jobban reagálnak, akkor pont nem ér semmit, inkább tehát itt ne a mennyiségre, hanem a minőségre próbáljunk megfókuszálni. Ez nem tudom, mennyire volt érthető. Tehát alapvetően mindig a célcsoportnak megfelelő embereket hívjunk meg, mert az algoritmusok ezt sokkal jobban szeretik. Ami még egy ilyen kis trükk, és nagyon fontos, hogy ez meglegyen, hogy itt határozzunk meg egy user nevet, amit utána bármikor a linken keresztül tudunk kommunikálni. Tehát azt mondom, hogy itt legyen a nevünk az, hogy hun.com Margaret Island, mondjuk így. Nem tudom, mennyire hosszúnak érzékeli, úgy tűnik, hogy el is fogadta, mert ilyen nincsen, és létre is tudtuk így hozni. The page isn't... Igen, bocsánat, annyi még, hogy legalább 20 lájkolónak kell lenni az oldalon, hogy létre tudjál hozni egy egyedi nevet, ennyi a különbség, igen, ezt elfelejtettem mondani. Tehát, de a későbbiekben ez lesz a név, hogyha ezt megválasztjuk, és akkor utána felklikkelünk a Facebook oldalra, akkor lesz egy saját linkünk, amit lehet használni, nem is ilyen hosszú számokkal megtűzdelt akármi. De legalább 20 ismerősnek kell lenni ebben az esetben ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Ez a username, ez arra jó, hogy ez igazából ez egy customized linket ad? Igen, pontosan. Pontosan, ez így a jó megfogalmazás, igen, tehát hogyha nekünk is ugye az van, hogy facebook.com/hungarianhub, és akkor ezt így bármikor lehet használni, és hogyha például a különböző marketinges promóciós eszközökre is felrakod, hogy Facebook logó, és akkor mellé csak annyit raksz, így kiírod, hogy chicagói, nem tudom, ilyen klub, akkor úgy az alapján megtalálják. De ez is egy nagyon fontos dolog, illetve hát megint csak az, hogy a keresés szempontjából, sőt, ugye ez már a Google kereső szempontjából is nagyon fontos. Ami még nagyon fontos lényegében itt, hogy az About section-t itt ki kell tölteni, érdemes kitölteni azért, hogy könnyebben megtaláljanak benneteket. Nyilván ez fiktív név, ez a Margaret Island, de hogy bele kell írni a kódot. Ugye mi lokális közösségekről beszélünk, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a lokalitást így kiemeljük, hiszen ezáltal tudunk legjobban eljutni a célközönségünkhöz. Érdemes beírni a weboldal, a telefonszámot, attól függ, hogy mennyire nyitottak a tagok arra, illetve a vezetőség, hogy mobilon is elérhetőek legyenek. A másik ugye, akkor már rögtön is, akkor rá is térnék így alapvetően. Ami még itt ugye fontos, itt lehet látni, hogy ugye a csoportokat létre lehet hozni, lehet magát ezeket az eszközöket így, hogy mit látnak kívülről a tagok, hogy hogyan, mit szeretnénk megjeleníteni, ezeket abszolút lehet variálni, fölrakni, alulra rakni, ami fontosabbnak érzünk. Általában én az eseményeket szeretem fölülre rakni, amennyire lehet, mert ugye az egy szervezetnek az a legfontosabb tevékenysége tulajdonképpen. Itt vannak ugye a különböző beállítások, ez is nagyon fontos, és apróságoknak tűnik, pedig abszolút nem azok, hogy kik, hogy egyrészt ugye az, hogy nyilvános legyen, hogy megengedjük-e azt, hogy bárki tudjon publikálni az oldalunkon. Én ezt nem szoktam engedni azért, mert nagyon sok olyan troll is van, akik olyan dolgokat raknak fel, ami nem biztos, hogy egészséges. Úgyhogy én ezt általában kiszoktam kapcsolni, ezt a lehetőséget, úgyhogy egyáltalán nem szoktam megengedni, hogy tudjanak posztolni az oldalainkon. Igen, de ugye végigmentek ezeken, tehát hogy megvannak az, hogy automatikus már valamit írt Lóri. Mindjárt megnézzük, hogy
Ja, megvan, most írtam, bocsánat, most jött föl csak. Meg lehet rakni, hogy az üzeneteket, hogy automatizálva legyenek, hogyan lehet írni számotokra. Ez egy nagyon fontos kommunikációs forrás, tehát egy nagyon fontos kommunikációs csatorna abban a szempontból, hogy az emberek jöjjenek, és igenis klikkeljenek rátok. Meg lehet állítani, hogy kik legyenek a fő célcsoport. Rengeteg minden ezen, nem nagyon mennék így bele. Itt van egy country restriction, hogyha mondjuk Ausztráliából nem akarsz, hogy lássanak, azt is be tudod állítani nyilván, hogy ez fontos. És a moderációt, ezt javaslom mind a csoportoknál, mind pedig az oldalnál is, hogy tehát a különböző obszén szavakat ne tudjanak berakni. Itt ténylegesen a kreativitás az csak határt annak, hogy például a politikai téma, nem tudom, elnöknek a neveit ne lehessen berakni, mert az már mindig már vitára ad okot, úgyhogy azt nem javasolt. A messaging, ami nagyon fontos még kiemelnem, hogy itt is a kommunikáció, ugye a hatalom, ne veszítsünk el senkit, itt be lehet állítani automatizált válaszokat is, tehát alapvetően, hogy ha valaki megkeres benneteket, akkor az, hogy legyen egy udvarias visszajelzés, hogy igen, köszönjük szépen, hogy jelentkeztél. Látjátok itt, hogy mindjárt be tudja, hogy thanks for getting in touch with us on Messenger, bla bla bla. Tehát ezeket abszolút magyarul is meg lehet írni, és így fog megjelenni az adott ügyfélnek, és sokkal személyesebb, akkor már van egyfajta bizalom kialakítás számotokra, hogy na hát ezek azért kommunikálnak velünk, és nyugodtan bele lehet írni, hogy nézd, mi önkéntesek vagyunk, mi ezt munka mellett csináljuk, de nagyon igyekszünk válaszolni minél több kérdésre, minél előbb. Itt vannak még egyébként, ezeket nem is nagyon piszkálnám, amiket ezeket mutattam az előbb. Nem, ami nagyon fontos még ugye a page roles, ezeket nem mennék bele annyira, tehát alapvetően, hogy másoknak is adsz jogot arra, hogy szerkesszék az oldalt, hogyha azt gondoljátok, hogy a fiataloknak szeretnétek átadni, itt lehet erre lehetőséget adni. Most már rengeteg új dolog van, a WhatsAppot is most már bevették, ugye ő felvásárolta a Facebook, tehát hogy ott is lehetne új kommunikációs dolgokat megvalósítani. Na de vissza térve az oldalra, mindjárt egy pillanat, ugye itt oldalt. Most ez átalakult, nagyon-nagyon-nagyon a Facebook, tehát nagyon sokan szígyek, most vissza is lehetett egyébként menni a rendes verzióra, a régi verzióra, de alapvetően nem. Tehát amit én azt gondolom, hogy nagyon fontos egy szervezet számára, hogy létrehozzanak eseményeket. Kezdjük szerintem ebben, hogy létrehozunk egy eseményt. Ez, amit mondtam, hogy azért fontos, mert sokkal jobban el lehet érni, lehet promotálni az eseményeket, illetve már vannak olyan új funkciók, hogy most már nem csak olyan opciót is megad a Facebook, hogy online esemény legyen, vagy in person. De ugye a legutóbbi megbeszélés alapján ugye azon is beszéltük, hogy minél több online esemény van, tehát hogy itt már mindenkit bele lehet ide csatlakoztatni, a Messenger-től kezdve a Facebook Live-on át minden ide be lehet integrálni, de természetesen a személyes események is reméljük még visszajönnek, de most a mostani helyzet kedvéért csináljunk egy online eseményt. Ide be lehet írni, mondjuk azt mondom, hogy virtuális, nem tudom, legyen szüret. A dátumot meghatározzuk, hogy nem tudom, 15-én reggel déltől kezdődik, és mondjuk délután 3-ig tart adott esetben, vagy hogy is nem így van a PM, bocsánat, PM-től, és akkor délután 3-ig tart mondjuk, vagy 5-ig, így is lehet. És akkor ez egy public esemény, de ide mindenképpen be kell írni azt, hogy mi a lényege a szüretnek. És ami fontos még itt is, hogy mindjárt a kategóriákat beadni, mert azáltal megtalálják mások is. Mondjuk a szürethez nagyon a drinks az nagyon jól megy, ez lehet, hogy sokan is népszerű is lesz sokak számára. Mindjárt ez meg is van, tovább. És itt van az, hogy mondjuk egy külső linket akarunk megadni, mondjuk egy Zoom esemény, vagy egy Facebook Live, akkor azóta automatikusan be lehet rakni. Most a október 23-ai események kapcsán, ugye többen online emlékeztek meg, azoknak azt javasoltam, hogy mindenképpen a Facebook Live legyen beklikkelve olyan szempontból, hogy azonnal csak ha elindul az esemény, csak rá kell klikkelni, és tényleg tud online menni az esemény, de azt mondjuk, hogy mondjuk itt egy Zoom linket berakunk, az is tökéletesen megfelel. Legyen akkor ez a Facebook Live, most ezt nézzük meg,
És akkor itt lehet megint a cover fotón. Megint visszamegyünk egy kicsit akkor a Canvába, itt ahol voltunk az előtt, mint emlékeztek. Szuper módon itt is van Facebook cover kép, ami arra a méretre van pontosan optimalizálva, amire gondoltunk eredetileg. Látjátok, Facebook event cover, ezek a számokkal nem is kell foglalkozni egy időben, és állandóan még fejből tudtam, de azt hiszem egy kicsit sok volt az információ. Úgyhogy ezeket érdemes, ezeket mindjárt így használni. Akár ide be is lehet ütni, hát ha van ilyen, hogy harvest. Hát a kidob valami ilyesmit. De igen, ez a sejtettem, hogy alapvetően ilyenkor berak sokkal több minden méretet is. De Harvest Festivalt is akár lehet. De hogy azt mondom, hogy én most én mindenképpen egyedit szeretnék megvalósítani, akkor kiválasztom mondjuk... nem tudom, bármelyiket lehet. Nézzük meg mondjuk. Még kicsit olyan őszies színek is vannak benne, mégis képet is bele tudunk tenni adott esetben. Mondjuk nem annyira is. Fontos egyébként a Facebook event képeknél, hogy általában középen legyen rendezve a szöveg, mert nagyon-nagyon sokat számít, mert amikor összehúzza oldalt az eseményeket, akkor a szélét levágja, úgyhogy ez mindenképpen érdemes. Mondjuk legyen ez a szüretes témánk. Akkor... itt vannak a különböző fotók. Beütjük, hogy harvest. Nagyon szép képek vannak, legyen a szőlőről, vagy aratásról, vagy bármit be lehet rakni. A szőlőt nagyszerű, itt van. Behúzzuk a képet, mondjuk ez éppen nem szőlő, hanem málna, de legyen ez akkor. Teljesen mindegy, és ide be lehet írni, hogy harvest festival, vagy virtual. Ide alulra pedig a dátumot be lehet írni, mondjuk maradjon most ez, és akkor színeket ez lehet még akár variálni, hogyha nagyon szeretnénk, gyorsan le is töltjük. Pillanatok alatt. Így, és akkor meg föl is tudjuk tölteni a képet. Ennyi a lényegében ez a lényege. És akkor mindjárt megnézitek, egy gyönyörűen már meg is jelenik rögtön. Ami itt nagyon fontos, hogy megnézni itt is az, hogy mutassuk el, hogy kik jönnek, én ezt általában nem szoktam engedni, és annyi, hogy én azt javaslom, hogy csak ti tudjatok adminként posztolni a magába az eseménybe, már csak azért is, mert itt is megint az, hogyha vannak akár trollok, vagy nem jó akarok, vagy olyan buta kérdéseket néha föl lehet tenni ott, ami nem annyira releváns, akkor nem biztos, hogy érdemes ebben vesződni. És akkor le is mentjük, kész van az eseményünk, tulajdonképpen. És akkor itt van az, hogy most akkor oké, van egy eseményünk, az mondja, megjelenik majd a főoldalunkon is, de mindjárt érdemes ugye posztolni. És ugye itt két rész van, ezt sokan nem látják, és ezt nagyon nehezen is szerintem változtatni a kéne a Facebookon, de hát nyilván nem én fogom megmondani nekik, hanem ezt nagyon sűrűn tesztelik, hogy van ez a discussion rész, hogy ide lehet folyamatosan posztolni az adott eseményről. Ide be lehet rakni bármilyen képet, nem tudom, csak a logót, vagy magát az eseményről még valami promóciót, ide lehet írni különböző szövegeket, csatlakozz hozzánk, a szervezetünkhöz, például hashtagelhetünk is rögtön, be lehet rakni hashtageket is, stb. Ami nagyon fontos, hogy be legyen
hashtagelve, hogy honnan jövünk, mit szeretnénk. Szóval egy rengeteg lehetőség van. Általában szeretem javasolni, hogy legyenek ilyen feelingsek, hogy még jobban színesebb legyen, még inkább jól érezzük magunkat, jobban átmenjen az információ, mert sokkal színesebb az adott embernek, hogyha ilyeneket látna. Azért fontos, hogy mindig itt posztoljunk. Például ilyeneket lehet posztolni ide tipikusan a szponzorainkat, kik támogattak minket, milyen programok lesznek, képek a néptáncosokról. Hogy legyen egy állandó aktivitás, mert nagyon-nagyon generálja az elérést. És ami a legfontosabb, ugye, hogy nyilván szeretnénk meghívni a barátainkat, az embereinket. Egyrészt ugye tudod, be tudsz integrálni is embereket ide, tehát be tudsz hívni embereket, illetve meg tudod osztani a fő oldaladon is, ami mindenképpen fontos, hogy a share page, és akkor mint ez az új oldalunk, akkor itt már meg is lehet osztani, érdemes ide rögtön írni pár szöveget, hogy szeretettel várunk. Itt kérsz a kérdés, hogy angolul, magyarul, általában jó, hogy ezeknél az eseményeknél a magyarul, angolul írjuk ezt ki, és akkor meg is van osztva, hashtagelni is lehet, és itt is be lehet rakni természetesen emojikat. Ami még nagyon fontos, amit látjátok itt van egy ilyen kis trükk. Ugye most mi a page-nek a kezelői vagyunk, de hogyha lenyitjuk ezt a kis fülecskét, akkor látod azt, hogy személyként is megjelenek. Azáltal, hogy személyként megjelenek, ezáltal jogosult vagyok arra, hogy meghívjam a barátaimat az eseményre. Például mondjuk a közösségi kednek, a nem tudom, itt vannak az, hogy különböző csoportokban már kiket hívtunk meg, itt be lehet rakni, hogy akkor meghívom Ágit, Andreát, és akkor rögtön már ki is ment a meghívó, 500 embert lehet így meghívni egy személynek. Ami nagyon jó, hogy itt lehet biztatni a többi vezetősi tagokat, hogy ugyanezt tegyék meg ők is. Ők is hívják meg az embereiket, az ismerőseiket, itt lehet aztán amerikait, lehet magyart meghívni, de nagyon fontos. A másik az, hogy ugye, hogy mi is írjuk bele, hogy igen, interested vagyunk, vagy illetve a legjobb, hogyha azt írjuk rögtön, hogy going, mert akkor megint csak az algoritmusok minket helyeznek előtérbe. És hát ez megint nagyon-nagyon fontos, hogy mint magán személyként is megosszunk mindent az oldalunkon, hogy lássák, hogy mi is mögötte vagyunk, és elfogadjuk, és mi is hiteles emberként szervezzük ezt az eseményt adott esetben. Most visszamegyünk a fő oldalra. És akkor megnézzük, hogy hogyan állunk, hogy nézünk ki. Látható, itt meg is jelentünk. Nagyszerű. Ha magánemberként akarjátok lájkolni, akkor azt is megint ugyanúgy látod itt a jobb alsó sorokban, itt van, átváltom, és akkor már rögtön van egy lájk. Nagyon fontos az, illetve hát most, hogy Andrea is kérdezte, ugye a kommentet is rögtön be lehet nyomni, mint mondtam, itt az emojik, a gifek, ezek mind sokkal jobban értékel az Facebook, mint algoritmus, tehát akkor már rögtön van egy aktivitás, tehát hogy ezekre biztatlak benneteket, hogy igenis nyomjátok, és a másik oldalon, akkor meg is osztom az oldalon, itt, hogy share to news page, vagy messenger, vagy másik oldalra is, vagy inkább a csoportba, úgyhogy most itt át is fogunk térni a csoportra is mindjárt. Tehát ez így néz ki most alapvetően az oldalunk. Most már van rajta három aktivitásunk. Még egy Igen, nyugodtan, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, akkor mondjátok. Előbb ez a templates and tabs, vagy valami volt, ahol be lehetett állítani, hogy milyen sorrendben jelenjenek meg, az hol találom? Mert most néztem én is közben a Facebook oldalomon, és azt nem találom. Ha megnézed, hogy ez, nem tudom, hogy ez a beállításod van, vagy a régi, ha az új van már, akkor itt a more-ba tudod ezeket itt látod, itt tudod átállítani, és itt van legalul ez az edit tabs. Így, és akkor például itt tudod mondjuk így följebb húzni ezeket. Oké, értem. Jó. Tehát, hogy ha még egyszer megmutatom. Tehát, hogyha itt van a felső menü, tehát, hogy azért is jelenik meg az events menü, de följebb húztunk, így, és akkor itt van ez alul ez a
rész, ahol meg tudod változtatni. Hogy az a beállításod van. Ha nem, akkor viszont a settingsbe kell bemenni, ami a réginél az itt van fönt, jobb oldalon kell lennie, egészen az oldal mellett ott kell lennie, hogy kiírja lenni a kék sávban a régi szerint, emlékeim szerint, hogy settings, ott tudod beállítani. Az újnál viszont itt oldalt, megvannak látod, itt van oldalt, a bal oldalt rögtön a settingsnél vissza tudod állítani ezeket. Köszönöm. Nagyon szívesen. Ha valakinek kérdése van az eventekkel kapcsolatosan. Itt még egyébként itt érdemes itt mindjárt beállítani még az oldalán egy kis esztétikai dolog, hogy a button gombot, hogy mit szeretnétek, ugye, mi legyen a call to action. Ha mondjuk 501c vagytok, 3C vagytok, akkor ugye lehet már donation-t is kérni automatikusan. Ide érdemes rögtön beállítani a donation gombot. Vagy hogyha van webshopotok adott esetben, akkor azt is. És itt van mindjárt a sign up rész, hogy ide be lehet rakni, hogy iratkozzanak fel a hírlevélben, és már a MailChimp-el össze is lehet őket költni. Vagy hogy csak annyit akartok, hogy kontaktáljanak benneteket, hogy legyen kapcsolatotok, akkor azt is meg lehet tenni. Egyébként... Piros? Igen? Bocsánat, a donate button, ami a oldalon van, az más, mint a donate button valamilyen poszton, ugye? Igen. Próbáltam rátenni a donate button ma reggel, és nem sikerült, és volt valamilyen, hát nem tudom, kérdői, vagy valami, ami kell, ki Igen. kell tölteni. Ezen szigorítottak, és egyébként tudjátok, hogy hogy a Facebookkal lehet szervezni fundraisert. Arra egy kicsit óvatosságra intenik mindenkit, mert van rossz tapasztalat, hogy például nekem is a szülinapomra az egyik helyi szervezetnek adtam a szülinapomra a pénzt, nem tudom, 600-700 dollár összejött, és nem kapták meg, vagy legalább fél éven, vagy majdnem még tehát ilyen 7 hónapon keresztül egyáltalán, és nem is kaptak róla értesítést, hogy megkapták. Én is gyűjtöttem a Magyar Háznak, és a barátaim össze is dobtak 700-800 dollár Magyarországról. Tessék. A jöjjött ki Magyar Háznak, és én is írogattam a Facebooknak, hogy most akkor mit kell csinálnom, hogy ehhez hozzáférjek. És az történt, hogy fél év múlva kaptam egy csekket, és beváltottam. Tehát én hozzájutottam a pénzhez, a Magyar Ház hozzájutott a pénzhez, de sok hónap után. Uh-huh. Jó, oké. Okay. Csak azért mondom, hogy ha ilyen fundraisinget szeretnétek, akkor lehet, hogy egy PayPal linket érdemes megadni, vagy vannak ezek a GoFundMe, meg ezek, ők viszont sokkal korrektebbek, és sokkal jobb elérést lehet elérni. Tehát ez egy tipp, ez egy nagyon fontos. Köszi, Ildi, hogy elkosztottad ezt a dolgot. A másik, ugye, amit beszéltünk, hogy a csoportoknak a fontossága. Miért fontosak a csoportok? Ugye, amit említettem, hogy ugye az elérés szempontjából, illetve a specifikusság szempontjából. Itt volt egy ilyen kérdés ugye korábban, hogy például önkénteseket hogy lehet bevonzani. Ez is egy nagyon jó módszer arra, mondjuk adott esetben, hogy egy önkéntes csoportot létrehozni, hogy a community-nek az önkénteseinek legyen egy külön csoport. De fontos az, hogy mindig azért legyen egy téma, amivel lehet velük beszélgetni, érdekes lehet számukra valamilyen specialitást tud tartalmazni a dolog, hogy nem tudom, gulyás klub például, hogy az összes gulyás főző ott van. Ugye ilyen tipikusan nagyobb csoportok, például amit említettem, ez az USA-ban élő magyar anyukák csoportja, akik nagyon-nagyon aktívak, nagyon jól sokan kommunikálnak azon, de ugye az abszolút ugye egy közös van bennük, hogy ők mindegyike anyukák, mindegyik szülőkről szól, és ilyen csajos dolgokat osztanak meg egymással. Ez fontos az, hogy például nálatok lehet egy ilyen csoportot létrehozni. Én most így hangosan gondolkodok, nem tudom, nem ismerem a részleteket, ugye Bostonban nekem mindig egy ilyen nagyon ilyen tudományos társaságot érzek el az egész mögött, hogy például egy tudományos társaságot létre lehet hozni mondjuk ez alá, vagy azt mondani, hogy a fiatal nem tudom, bostoni fiatalok csoportja, magyar csoportja, vagy egyetemisták csoportja. Lehet, hogy kevesebb tag van benne, de viszont sokkal érdekesebb, és ők speciális témákat kapnak. Ugye nagyon-nagyon nagy csoport, például bevándorlás Amerikába csoport, Szabó Ádám nevű fiatal ember kezeli, 20-30 ezer, talán még több tagja is van, és nagyon-nagyon-nagyon profin kezeli. Azt érdemes megnézni azt az oldalt, ezt meg is bevándorlás
bevándorlási csoport, amerikai bevándorlás csoport. Nagyon ügyesen kezeli a fiú ezt, a 24 ezer tagjuk van, igen, 24 ezer tagjuk van, és folyamatosan kommunikál, adja az arcát hozzá, mindenre válaszol, mindenkinek válaszol, és nagyon responszív. Ugye ez egy nagyon kulcs kérdés, de megint ez egy nagyon-nagyon speciális terület. A USA-ban lévő, vagy csak a floridai magyarok együtt egymásért csoportot szeretném megmutatni, hogy említettem, ennek admin tagja vagyok. Hát nem akarom elmondani, hogy milyen jellegű posztok voltak nagyon sokáig, illetve hát pont a pandémia idején akkor kaptam egy lehetőséget, hogy ezt egy kicsit rendben rakassuk, ezt a csoportot, mert talán itt van a Magyar Ökölpe Gábor is megerősíti ezt, hogy hát nyomdafestéket nem bíró posztok voltak. És itt mindjárt belevágnék abba, hogy miért fontosak, hogy rögtön ezeket a tisztázni a szabályokat. Hogyha létrehozunk egy csoportot, ezt nyugodtan le is koppinthatjátok, ami nálunk van, ez egy ilyen sok tesztelésen átment csoport szabályzat, ami alapvetően ugye arra tér ki, hogy alapvetően politikai persze, hogyha politikai témájú csoportot akartok, arra is van lehetőség, ennek a csoportnak nem ez a célja. A politikából mindig probléma van. A másik, ami nagyon ugye elszaporodott, ezek a tényleg gargalizáló kecettel, és akkor elmúlik a hurikán, ez most szó szerint ez voltak ilyenek, meg kiskutya, meg kismacska, jaj, de cuki, és rakjuk fel. Ez a csoport arról szól, hogyha valaki Floridába akar jönni, vagy itt van, vagy keres munkát, akkor a többiek, a csoporttagok tudjanak segíteni rajta. Nagyon sokan ki is koptattuk ezeket az embereket, akik ilyen acsarkodók, vagy folyamatosan kritizálók voltak. Ez egy kicsit ez olyan, hogy ez nem tőlem származik, de az, hogy ez egy picit ez az én partim, ez az én bulim, én hoztam létre, ne gyere ide elrontani a hangulatot, te menj el, mert akkor nem vagy ide való. Tehát, hogy nyugodtan legyetek bátrak is, beneljétek ezeket az embereket, most nem akarom mutatni, ugye, hogy hogyan lehetne itt benelni embert, hogy rögtön ki lehet törölni, hide comment, remove comment, és akkor rögtön földobja a Facebook, hogy akarom-e törölni ezt az embert az oldalról. Szóval ne legyetek ebben a szempontból egyáltalán szerények, mert ez a ti bulitok és a ti életeteket keresztelítik meg. Nagyon voltak olyan csúnya dolgok, hogy volt ez itteni nagy floridai fesztivált, megkérdezte valaki, hogy kinek mi a véleménye, és akkor elkezdtek így, gyenge volt, ilyen volt, olyan volt, amolyan volt, közben meg nem látták, hogy milyen munka van mögötte. Rendkívül megbántotta ugye a szervezőket, és nem láttak a helyzet mögé. Ez nagyon-nagyon jó ventilálás volt, vagy ez felszínre hozta a konfliktusokat, de sokan rögtön csípőből tüzeltek, és nem úgy magyarázták el a dolgot, ahogy kellett volna, és ebből egy óriási nagy káosz lett, és tele lett rossz érzéssel mindenki. Úgyhogy ezekre nagyon óvatosan érdemes figyelni. Ami még érdekes és ajánlatos, hogy például ilyen topikokat érdemes kiválasztani, amit mindig érdemes mellé rakni, például egy hivatalos közlemény, mondjuk, hogy valaki, nem tudom, ez mit rakott föl, takarítói állás, hogy például munkalehetőség, vagy reklámként ezt így meg be lehet apostrofálni. Szóval ezeket nyugodtan használjátok, mert így sokkal jobban lehet keresni és megtartani. Azt, hogy ide is mindig meghívhatok másokat. És itt jön a kérdés az, hogy most nyílt csoport legyen, zárt csoport legyen, mennyire akarjuk ezeket az embereket beengedni a mi bulingba. Ugye tipikusan ez a magyar vezetői csoportunk az abszolút zárt csoport, pont azért, mert olyan dolgokról beszélgetünk, ami nem a publikus, hanem inkább csak magunknak szeretnénk ugye egymást segíteni, egymást információval ellátni. De hogy azt mondom, hogy itt létre szeretnék hozni egy új csoportot, akkor pillanat, mert most ez az új beállításban még nem hoztam még azóta létre új csoportot, a community elvileg ez lesz az. Elnézést, egy pillanat, türelmeteket kérném szépen, hogyha valaki most csinált már új csoportot ebben, akkor azt megköszönöm, hogyha pillanatra tudna segíteni, hogy hogyan tudunk létrehozni egy újat. Elvileg pedig a community-ben volt régen, és ezen belül lehetett létrehozni. Ezt el fogom nektek küldeni, jó? Most nem akarom az időt húzni vele, inkább megmutatom azt, hogy amik jelenleg vannak, azok hogyan működnek, például egy nyílt csoport, meg egy zárt csoportnak a beállításai. Itt vannak a
a grupon... Átnéz a grupra, és a grupon create group. Én a more alatt találtam, mint ahogy mutattad azt a tabzen. Igen? Igen. Igen. Meg. Ó, tényleg. Jó, köszönöm szépen. Mindjárt oda nyúltam, de valamiért. Itt van az, hogy create a new group. Köszönöm szépen a segítséget. Itt is, hogy mindjárt lehet mondani, azt mondom, hogy akkor önkéntesek Margaret Islanden. Itt mindjárt be lehet állítani, hogy akarjuk-e, hogy public legyen, vagy hogy private. Ebben az esetben érdemes, hogy publicra rakni, mert hogy jöjjenek minél többen, de hogyha egy eseményhez köthető, akkor természetesen lehet ez zárt csoporttá is tenni, és akkor csak velük kommunikálni és szervezni a feladatokat. Ennyi lényegében a feladat. Viszont ami nagyon-nagyon fontos, ugye a beállítások lesznek, egyrészt azt, hogy cover photo, ezeket meg lehet szépen csinálni, az a leírása a csoportnak, hogy miért van tulajdonképpen erre szükség, meg lehet hívni azonnal az embereket, rá, stb. Ami nagyon fontos, itt a beállítások lesznek a leginkább érdekesek, continue later, és akkor itt vannak oldalt azok a beállítások, amikről beszéltünk, hogy hogyan lehetne. Itt vannak, hogy a beállítani, ugye itt a csoportoknak különösen fontos, hogy ilyen opciószavak ne kerüljenek be a csoportba, a member-ök, hogy hogyan lehet member-t kérni, van-e bármilyen restriction, hogyha nem tudom, de túl korán jött be, az valószínű, hogy spam lesz, azt nem érdemes beállítani, hogy női vagy férfi, ezeket nem biztos, hogy annyira be kell állítani, de hogyha mondjuk azt mondom, hogy csak a bostoniakat szeretnék célozni, akkor nyilvánvalóan akkor azokat érdemes csak beállítani a későbbiekben. Itt van egy hogy hogyan lehet befogadni embereket. Ez nagyon-nagyon fontos itt beállítani véleményem szerint, ez már mennyire egy nagyon jó szűrő, mert nagyon sokannak vannak ilyen vadászok, akik Magyarországról jönnek, és akkor csak kíváncsiskodni akarnak, de alapvetően nem is rontják a levegőt, még azt se lehet mondani, de hogy haszontalan lényegében a csoport szempontjából, hogy ott legyenek. Itt érdemes ezeket rögtön így beállítani, ja, bocsánat, ez nem az, ez most a csoportoknál egy kicsit el vagyok veszve, elnézést. Hol tudom beállítani. Amit említettem az előbb, most elnézést megint csapongok, itt vannak a settingsben, bocsánat, igen. Hogy a leírás, ugye, hogy visible group, az is nagyon fontos, a location, amit be lehet állítani, lehet ilyen kicsit saját színre állítani, piros, narancsárga, zöld, ugye általában a piros és a zöld, ami nekünk ugye fontos. De rengeteg ilyen pici, apró beállításokat lehet rakni. Ami itt lényeges is megint csak az, hogy ki tud csatlakozni a csoporthoz. Be akarunk engedni bárkit, vagy ezt mennyire akarjuk kontrollálni, vagy csak szabad folyást engedünk minden földi jónak. Ez nem biztos, hogy annyira jó ötlet ilyen szempontból. Itt vannak, hogy ez is be lehet szépen állítani, hogy akarunk-e külön szabályzatot erre rakni. Ezeket érdemes ebbe belemélyedni, de nem akarnék ennyire most részleteibe belemenni, hogy hogyan. Ez az, ami érdekes, hogy ugye, hogy bárkit megengedünk, hogy elfogadja a posztokat, vagy csak mi engedjük meg. Ez azért érdemes megnézni, mert valaki, tehát ugye a csoportban mondjuk mindenki ilyen reklámozás szempontjából 826-szor megosztja a pékségének a, nem tudom, a rózsafánkjait, az nem biztos, hogy egy idő után az segít a csoportban, hanem inkább az emberek nem fognak visszajönni, tehát azokat érdemes mondjuk itt törölni, vagy nem beengedni egyáltalán alapvetően. Megint csak nekem van kérdésem. Nyugodtan, csak nyugodtan. Ez a legjobb, így. Hogyha létrehozok egy ilyen csoportot, az miben segíti az oldalamat, vagy egy eventet, vagy ez hogy játszik közre a többi funkcióval? Én használom a csoportokat, de ilyen titkos csoportokat használok, hogy az igazgatóság, és akkor kiküldöm a dolgokat Facebookon is, de ilyen nyilvános csoportot még nem csináltam. Ez a pont az, hogy mondjuk, hogy nem tudom, hogy nálatok, hogy van-e valamilyen speciális terület, amire, tehát meg akartok mondjuk egy új csoportot szólítani a fiatalokat például, hogy például kreatív Chicagói magyarok
csoportja, most mondok valamit, és akkor itt lehet ilyen inspirálni, hogy ez megint egy ilyen, megint a kommunikációnak egy olyan buboréka, amit be lehet és be kell építeni alaposan. De az, hogy megosztják, hogy éppen, hogy nem tudom, a gyerek milyen papírhajót készített, az is érdekes lehet, de azáltal, hogy akkor oké, hogy itt vagytok, de közben megosztogatod azt, hogy nekünk egyébként ilyen eseményünk van, gyertek, vagy kreáljatok valamit ti, mondjuk egy videós előadást. Tehát, hogy ez a csoportnak a létrehozásában ez nagyon sokat segít, és amit mondtam, hogy az algoritmus szempontjából, hogy a Facebookon sajnos nem tudsz elérni mindig mindenkit, mert limitálva van, de adott esetben ő hozzájuk viszont direktbe el tudsz érni, illetve tudsz velük direktben kommunikálni, mert sokkal jobban eljut hozzájuk az az információ. Szóval valaki lehet, hogy valaki nem csatlakozik, vagy követi az oldalmat, mert mit tudom én, általános, de csatlakozik a csoporthoz, amit egy page alatt csináltam, akkor automatikusan látja mindent, amit kinyomunk, events, ez az, azon az oldalon is, vagy nem feltétlenül? Azon a page-en, azon a csoportban, igen, így van. Okay. Így van, mert kap értesítést róla, nyilván ez is beállítás, hogy letörölheti, hogy nem kér értesítést kövábbiakban az adott eseményre, de alapvetően elérheti ezeket az embereket, el tud jobban élni ezeket az embereket, és személyre szabott kommunikációt tudsz velük folytatni. És itt van ugye ez a csoport szabályzat, amit mondtam, nyugodtan ezeket így automatikusan be is rakja, egyébként össze lehet ezeket rakni, de nyugodtan koppintsátok le a miénkről, mert az magyarul van, és jól össze van szedve, és amerikaira van specializálva, úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen jó lesz. A másik előnye megint a csoportoknak itt, hogy előre tudsz beszkedzsulálni posztokat, tehát hogy előre tudod kommunikálni, hogy nem tudom, hogy holnap ne felejtsétek el, hogy ilyen önkéntes lehetőségek vannak, gyertek főzni, stb. Itt lehet jelentkezni, stb. Tehát ezekre így nagyon-nagyon jó lehetőségeket ad megint csak a csoport. Másik oda meg, ahogy mondtam, az elérést sokkal jobban. Illetve egy tudsz például, ugye ezen változtatott a Facebook nemrégiben, hogy korábban nem lehetett a Facebook oldalon is csinálni ilyen pólokat, azt most leszették, és csak a csoportokban lehet, ez is egy újdonság, tehát ebben is inkább ezt akarják generálni, hogy meglegyen. Nem tudom, hogy meg lehet azt mondani, hogy ez is például ez is csoportépítő, hogy például legapróságok, hogy a lángost vagy vagy a hurkát szeretitek jobban. Van egy aktivitás rögtön, akkor megy egy ilyen kommunikáció, akkor ők meg vannak szólítva, ezeket imádják, ezeket a témákat, ezeket általánosságban. De akkor is már van egyfajta, nálatok vannak ezek a főzőklubok, hát ezeket rajonganak mindenképpen. Szóval így be lehet rakni dolgokat, szavaznak, aktivizálják magukat, rögtön van egyfajta brandépítés is mögötte, meg vannak szólítva, nem feledkeznek róla, és azt tudják mondani, hogy igen, foglalkoznak velünk. Mint látjátok, ugye vannak ilyen mindenféle eventeket be lehet rakni, question answers, tehát végtelen sok lehetőség van ma már, hála jó Istennek, és nagyon ügyesen ezt a Facebook ezt így átalakította így a idők során, hogy ez meglegyen. Itt is ugyanúgy fotókat, bármit el lehet, fel lehet rakni, meg lehet tekinteni, szóval tényleg a gifeket főre lehet rakni, de lehet itt lehet humorosan poingolni, egy másfajta kommunikációt elindítani az emberek fejében vagy felé alapvetően, úgyhogy ezt mindenképpen érdemes megnézni, vagy megtekinteni, hogy gondolkodjatok ebbe kreatívan bármi. A főzőklub például az is egy tök jó lehetőség adott esetben. Chicagói főzőanyák, vagy chicagói anyukák csoportja. Ez mindig jó. Az anyukákkal, gyerekkel kapcsolatos dolog, ez mindig jó. Tehát lehet, hogy a bostoni anyukákat is létre lehet hozni, tudom, hogy a New York-i anyukák csoportja, hogy akkor még jobban specifikusan meg lehet. De hát valakinek ezt koordinálni kell, és ez is egy önkéntes, szép önkéntes feladat, hogy ki fogja azt az önkéntes, azt a csoportot koordinálni. Ha vannak új tagok, akkor érdemes őket köszönteni, akkor mindjárt van egy megszólítás feléjük. Ezt mindjárt megmutatom, hogy talán volt nekünk ez az amerikai magyarok. Magyarok Amerikában, hogy néha, hogy be lehet rakni simán, hogy
Nálunk általában egyébként, és felteszem a kérdést, hogy mit szeretnétek itt látni. Egyébként ez is a legjobb módja, hogy amit Andra kérdezte, hogy kérdezz meg tőlük, hogy ők mit szeretnének látni adott esetben. Mi az, amit szeretnének folyamatosan nézni. Mindjárt megmutatom, hogy akik vannak, hogy be lehet rögtön igazol, vagy itt lehet, hogy mindjárt meg is tudjuk ezt így mutatni, mint poszt, hogy az új tagoknak a számai itt vannak oldalt. Most ezeket úgy tűnik, hogy nem fogom tudni megmutatni pont. A vállalkozásukat tudjátok segíteni, ők is egymást. Egyébként föltették, hogy nagyon sokan szeretnének reklámot látni, az nagyon érdekli őket érdekes módon. Ez a chicagói magyarokról lehet írni, az mindig ez ilyen jó. Tehát olyan specifikus tartalmat érdemes egyébként fölrakni, ami csak nekik szól, vagy róluk szól alapvetően. Be vagyunk lassulva. Na mindegy, szóval biztatnak benneteket, hogy csináljatok egy ilyen grupot feltétlenül. És akkor beszéljünk még a, nem tudom, hogy evel vagyok, csoportokkal kapcsolatosan van-e bármilyen kérdés? Nekem van egy kérdésem, sziasztok! Az a kapcsolatban is, ez túl bonyolult, vagy külön e-mailezzünk, az is teljesen jó. Mi próbálunk bezárni egy csoportot, és egyszerűen nem sikerül. Nem sikerül. Igen. Hogy érted, hogy nem sikerül? Tehát, hogy nem, te próbáltátok a csoportnál? Igen, tehát nálunk az a probléma, hogy rossz nevet adtunk a Facebook oldalnak, és azért igazából van egy Facebook oldalunk, és van egy Facebook csoportunk. Aha. És igazából nincs szükség a csoportra, mert ugyanaz a funkciója, mint az oldalnak. És amikor próbáljuk bezárni a csoportot, valahogy nem sikerül. Nincs rá, nem tudom. Tehát te tudjuk, hogy kik egyedi. Az adminok. Aha. Igen, van, mi vagyunk az adminok, és valahogy mégsem engedi az oldal, hogy becsukjuk. De ha ez egy ilyen bonyolult kérdés, akkor majd tulajdonképpen... Igazából ez általában a Facebooknak kell ilyen külön írni, és akkor egy nagyon-nagyon sok hónapos várakozás általában, amire válaszolnak, és akkor sikerül. Ezek kicsit rugalmatlanok, de meg utána fogok én is nézni ennek. Ez most így nem tudom fejből. Jó. Köszönöm. Na, itt van például egy ilyen ötlet, hogy például sziasztok új tagok, ti mióta éltek USA-ban, be vannak tegelve, meg vannak szólítva, egy ilyen jó pofa dologgal, és akkor így jönnek rá folyamatosan a kommentek. Itt van egy másik egy ilyen, hogy ti milyen államban éltek, tehát így rögtön akkor már aktivitásra lehetne nem csak bírni az embereket ilyen szempontból. Mondjuk mi egy általános csoport vagyunk, semmi izgalom nincsen fröcsögés, se negatív kommentek, úgyhogy ez ilyen szempontból békés csoport. Ha nagyon sok nézettséget akartok, akkor igen, politikát meg vírushelyzetet érdemes belerakni, de nem feltétlenül javaslom. Jó, a hirdetésekkel kapcsolatosan, igen, és ugye ez fontos még, amit csak én mondom, mutatom, hogy például a pending poszt, például, hogy én szeretem irányítani azt, hogy milyen posztokat engedünk be. Egyébként pont Virga Ági volt az, aki egyszer szólt, hogy olyan tartalom került föl, hogy pont a járványügyel kapcsolatosan nem volt bizonyítható szakmailag, vagy hitelesen, és akkor változtattuk ezeket. Most itt van például nálunk, így nem meg mert nagyon kedvesek a Rádió Mozaik Sydney-sek, de hogy ez amerikai csoport, én nem feltétlenül akarom mindig adni nekik lehetőséget arra, hogy bejöjjenek. Itt van ez egy nagyon jó kis expo, ez itt volt éppen mondjuk Floridában, ez egy nagyon-nagyon jó dolog például. Meg hát másik mondjuk, amikor inkább akkor a Bocskai Rádiónak a lehetőségeit megadjunk meg, hogy illetve sok ismétlés van, az sem érdemes mindig beadni, mert az is unalmassá teszi a csoportot, úgyhogy ezt is érdemes egy picit kezelni, és muszáj szigorúnak lenni, azt gondolom, mert a csoport téged minősít utána, tehát, hogy én is azt mondtam, hogy én is akkor adom a nevemet az adminként a floridai csoporthoz, hogyha ezeket rendbe tudjuk rakni, és ez sikerült is szerencsére. Úgyhogy a hirdetésekkel kapcsolatosan meg, mint amit látjátok, amit igazából el is mondtam, hogy azt érdemes megnézni, hogy
hogy ér-e annyit tényleg a dolog, hogy akartok-e hirdetni. Feltétlenül fontos például szerintem eventeket hirdetni, vagy főleg egy nagy fesztivált. Akkor rá kell szállni bizonyos összeget, 100, 200, 300 dollárt, ami nagyon jó még mindig a Facebook hirdetésben, egyébként még mindig nagyon olcsó, és nagyon sok embert meg lehet szólítani ebben kapcsolatosan. De hogy az organikus elérésre próbálunk fókuszálni, az mindenképpen fontos az, hogy ezek a megosztások. És a csoportok, amiről beszélünk, ezekben a csoportokban meg tudjuk ezeket osztani. Érdemes egyébként minél, tehát az oldalatként minél több csoporthoz csatlakozni, mert csoportként, tehát mint oldalként is tudsz ugyanúgy megosztani tartalmakat. Így ezáltal nem a te neved kopik folyamatosan, hanem maga a szervezete nevében posztolsz valamit, úgyhogy ez mindenképpen jó. Jó, mi ernyő szervezet vagyunk, nyilván nekünk ez egy kicsit másabb ilyen szempontból, de azt mondom, hogy van rá mód, hogy mutatok egy példát, hogy mire gondolok. Egy másodperc. Itt van a Hungarian Hub, és akkor azt mondom, hogy itt van ez a tartalom, hogy Weather and Stay, és látjátok, megint itt van ezt a jobb alsó sarkot, mindig érdemes megnézni, hogy akkor most mint szervezetként fogok megosztani. Egyébként ez a funkciója különböző módon működik mobiltelefonon, mint egyébként itt a gépen, mert itt például az eredeti tartalmat nem rakja be, és csak egész egyszerűen látjátok, hogy itt vannak azok, mint az oldalakat, mint Hungarian Hubként bejelöltünk, és ott vagyunk, és akkor Hungarian Hubként fog megjelenni az adott csoportban a posztunk alapvetően. Úgyhogy ezt például ezt érdemes mindenképpen úgy megválasztani, hogy amikor jelentkeztek, vagy szeretnétek egy csoporthoz csatlakozni, akkor mint maga a szervezet jelentkezzen be ilyen szempontból. Tehát ezt mindig érdemes figyelni, és itt tudsz váltani egyébként a sok változat között. Úgyhogy a másik ugye meg a tartalmaknak a megosztása, hogy mennyit kell megosztani, meg mennyit kell kommunikálni. Ez mindig nehéz feladat, gondolom most itt Molnár Zsolt is ezt így el fogja mondani, hogy el tudnám mondani, hogy megerősíteni, hogy alapvetően az algoritmusok mindig változnak, de alapvetően ilyen két-három posztot mondanak heti szinten, ami egészséges. Mi minden nap posztolunk, mert nagyon sok az információ, az eléréseink, most itt láthattok is számokat egyébként, hogy mekkorákat, hogyan tudunk elérni embereket, ezek nem nagy titkok, például ugye nyilván, hogy egy celebritásnak a posztja még megosztás hatására is jobban szerepel, mint bármi más, bár mondjuk itt a Veteran Day, mint a Veterans Day, ugye, ez nyilván ez érzelmileg megszólít, az embereket erre jobban reagálnak. Ami nagyon fontos mégis, ezt mindig hangsúlyozok, hogy nem mindig megosztogassunk tartalmakat az oldalunkon, hanem eredeti tartalmakat rakjunk föl. Olyan tartalmakat rakjunk föl, amelyek érdekesek az emberek számára, és szívesen megosztanak. Hogyan tudunk az emberekkel rezonálni, vagy hogyan tudunk több organikus elérést felrakni. Általában, hogy egy Budapest képet fölrakunk, vagy egy olyan magyar idézetet, az mindig nagyon-nagyon populáris, és nagyon sikeres. Itt van, nézzétek meg, itt van pont a példa, pontosan kellemes hétvégét, csak ennyit tettünk föl egy őszi képet a Budapestről, rögtön 24 lájkunk lett, 776 elérésünk kerekedett, 4 megosztásunk, és tehát mi nem osztottuk meg semmit sehol, de ez népszerű volt. A torontói vízesés, tudjátok, a Niagarás most az, ami 56-os ünnepségre, hát valami, nem tudom, 80 lájkot kaptunk, pedig nem a saját tartalmunk volt, de ugye az nekünk kevésbé hoz új eredményeket. Itt például ugye azért is fontos, hogy nagyon sokat megosztani tartalmakat, ugye a helyi csoportokban például, ugye a helyi lokális területeken mozgolódni, például ha New York-i szervezetként, akkor a New York-i csoportokban van érdemes megosztani a különböző tevékenységet. Most mi is itt látjátok, hogy egyrészt minket is nagyon sokan megosztották. Köszönjük szépen az úton is mindenkinek, aki megosztotta a korhatártalan programunkat, ez itt a reklámhelye. De hogy látjátok, hogy ez egy ilyen organikus módon, egy fillért nem fizettünk érte, de 2000 emberhez eljutott. Ez egy hosszú távú és kapavágos munka, de mivel nincsen büdzsénk, úgyhogy ezeket az eszközöket használnunk.
Ami még nagyon érdekes és fontos, ugye, hogy megemlékezni az adott eseményekről, hogy igen, Amerikában vagyunk, nem biztos, hogy magyar esemény, de igenis szerintem egy nagyon nagy megtiszteltetés, és ugye az rezonál a hallgatósággal is, hogyha olyan témát, például a Veterans Day-ről megemlékeztünk, megosztásokat kaptunk így is. Néha egy-egy humor is nagyon jól veszi ki magát, és a személyes kommunikáció. Ne legyetek szerények abban a szempontból, hogy néha a saját arcotokat merjétek, akjátok, hogy azt posztoljátok ki, hogy szép napot, vagy egy üzenetet küldeni szépen, vagy a csapatról egy képet, higgyétek el, azokkal fogják a legtöbb a szavazatot kapni. Persze ugye megint az, hogy a social media, meg az, hogy a weboldalon szeretnél elérni, de ugye nekünk a sales az milyen az eredmény nekünk, miben mérhető az eredmény, hogy nyilván minél több tagunk legyen, és minél többen eljönnek az eseményeinkre, abban tudjuk mérni a leginkább, de alapvetően ugye fontos az, hogy a weboldalra is rákattintsanak, tudjanak meg minél többet. Na nézzétek meg, látjátok, hogy itt van 88 lájkot kaptunk például erre a torontói eseményre, de az elérésünk ahhoz képest elég kevés volt, mert ugye nem eredeti tartalomként lett megosztva, ezt az elérést a konzulátus kapta, a főkonzulátus kapott nagyon sok elérést. Ha megnézzük mondjuk szerintem ennek az eredeti linkjét, akkor nagyon sok tízezres elérésük van, biztos vagyok benne, vagy nem tudom, tehát ilyen nagyon-nagyon nagy számok, mert ezek a számok, ezek mindegyik hozzájuk generálódtak. De hát kívánok mindenkinek, hogy egy ilyen szintű eseményt tudjon megszervezni, mert biztos vagyok benne, hogy rengeteg megosztást fognak kapni ezáltal. Igen, itt vannak, itt is látja, 158 megosztás, hát valami elképesztő számok, és nem látjuk itt nyilván mi a, hogy mennyi, ekkora volt az engagement, de ezek óriási számok voltak. 426 megosztás, 1200 like, tehát biztos vagyok benne, hogy az oldalnak a like számai azok nagyon-nagyon fölmentek. És a másik az, hogy például, hogyha valakinek személyi kommunikációja van, ugye pont Andreának javasoltam ezt, hogy igenis csináljon olyan aktivitásokat, hogy igen, most ezt csinálom, azt csinálom. Ez a személyi brandnek az építése az elég hasznos dolog tud lenni, azt gondolom. Úgyhogy én nem tudom, hogy nagyjából én ezekre gondoltam így elmondani, de ha gondoljátok, hogy ötlete, vagy kérdésetek lenne specifikus, akkor nagyon-nagyon örülnék, hogyha meg tudnánk nézni, hogy mik voltak a jók, mik nem voltak, hogy az október 23-ai események kapcsán is, hogy kicsit már is ment az idő, de hogy beszéltük, hogy ezt is kielemezzük, például akár a Miami-nak, Magyar Háznak a kommunikációját, ugye nem tudom, hogy Gábor itt van-e még köztünk, de hogy szerintem ez egy ilyen érdekes dolog lenne, még ezt kielemezni. Vagy Ildikó, nem tudom, nyitott vagy-e rá, hogy a Magyar Háznak a kommunikációját, vagy itt vagy-e még? Egy pár dologgal tudnék hozzászólni, hogyha szeretnétek. Igen, igen, kérlek mindenképpen. A Facebook algoritmus nagyon változik. Ezelőtt 5 évvel készítettem én is egy ehhez hasonló előadást, és akkor 7% elérés volt, azaz a barátaidnak 7%-ának körülbelül megmutatta egy posztot, ha kitettél. Most szerintem ez le van csökkenve 1% alá, vagy még kevesebb. Sajnos például most észrevettem azt, hogy körülbelül olyan augusztus magasságában megint egy óriásit változtattak, és egy sima poszt, ami nekem idáig, vagy egy filmet, ha kitettem, akkor az, mit tudom én, elért csukló mozdulatból 1500 megnézést, most megáll olyan 200-300-nál, hogyha nem egy érdekes tartalomból van. Erre nagyon kell vigyázni, hogy jó posztokat tegyünk ki, és pont ezért akarom mondani azt, hogy valójában nem az számít, hogy milyen színű, meg milyen fejlétre teszünk, vagy milyen brandünk, vagy logónk van, ezek is fontos dolgok, de valójában a tartalom kell. Például nézzük meg Gulyás Türkónak az oldalát, ott nincs egy logó, ott nincs semmi, és félmilliós követőtábora van. Azért, mert van tartalma. Ha tartalmat generálunk, akkor azonnal lesz követőtábor, azonnal lesz, és persze főleg saját tartalomról van szó. A kérdés az volt, hogy milyen sűrűn kell posztolni, hát mivel például a Bocskai Rádió az egy
rádió, híreket hozunk le, mi nyugodtan, én azt mondom, egy napi 3-4-5-5 is lehet lehozni, semmi gond, de ez mind más-más hír kell legyen. Egy magyar közösség, egy magyar csoport annyit kell lehozzon, amennyi új hírt tud hozni. Szóval ugyanazt orvérzésig egy nap lehozni, az az emberekben pont az ellenkezőjét fogja kiváltani. Akkor volt egy ilyen kérdés is, hogy érdemes vagy nem érdemes a Facebook donation-t használni. Van egyetlen egy előnye van, az, hogy nem veszel semmilyen feed, amennyit adakoznak, azt annyit fogsz megkapni. Ha minden jól be van állítva, és a Network for Good-nál az alapítványod be van jegyezve rendesen, és minden adatot tudnak rólad, akkor 45 nap múlva pontosan megkapod az adományt. Hogy page-et legyen, vagy csoportod, ez attól függ, hogy mi a funkciója a te csoportodnak, alapítványodnak, stb., hogy a kommunikáció milyen irányba megy. Például nálunk a rádiónál nekünk a kommunikáció egyirányú. Persze tudnak, ha mi kiteszünk valamit, az alá lehet kommentelni, de nem tartjuk előnyösnek azt, hogy ők jöjjenek fel témákkal, és ők határozzák meg a rádiónak, vagy ilyen szempontból a kommunikációját. Éppen ezért például csoport az a jó, mikor a tagoknak egyenlő joguk van egy témának a megkezdéséért, egy beszélgetésnek a megkezdéséért, szóval ők tudjanak feltenni egy kérdést, és tudjanak rá válaszolni, ilyenkor igazolt a csoport. A másik érdekesség, amit tudok javasolni, hogy nem mindenféle eszközön, most azt akarom mondani, hogy iPhone, vagy Samsung, vagy laptop, vagy Apple laptopon ugyanúgy működik a Facebook. Például én csak azért hordom be az iPad-emet a stúdióba, mert az iPad-en a live streamet meg tudom osztani 50 csoportba körülbelül 2 perc alatt az iPad-en, míg ezt se számítógépen, se az Android telefonomon nem tudom megcsinálni, mert az a funkció hiányzik belőle, hogy ezt meg tudjam csinálni, míg az iPad-en az csak így papak-pak, amilyen gyorsan tudom az ujjamat pötyögtetni, olyan gyorsan tudom megosztani. Szóval ezekre is kell figyelni, hogy ugyanaz a program, de mégse ugyanúgy működik. Körülbelül ennyit tudtam volna most hozzátenni. Nagyon szépen köszönjük, ezt szerintem ez egy nagyon hasznos kommentek voltak, mert hát ugye Zsolt azért nagyon benne van, meg ő is folyamatosan aktivizálja magát, és hogy valóban a tartalmat, igazából ugye most ezek változnak állandóan, ezek a trendek, hogy mert 2-3 is elég. Ez tényleg annyi, hogy mit tudsz mondani a közönségednek. Nem tudom, hogy Réka itt van-e még esetleg Arizonából, hogy őneki lettem volna még kíváncsi az ő véleményére, mert ő is abszolút benne van ebben a dologban. De nagyon-nagyon hosszú és nagyon... tényleg mi téma ez, tehát egy előadás nem is elég ilyen szempontból, mert próbáltam én is, hogy amennyire lehet gyakorlatiasan bemutatni ezeket. De tehát piros én is, ne haragudj. Na, hogyne, sőt. Köszönöm. Most bocsánat, nekem egy kicsit el kellett a gyerekemhez szaladni, szóval lehet, hogy valamit kihagytam. Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy csináljuk ezeket a live streameket, ugye, Facebook live, nagyon jó, és most azt kéri tőlem ez egyik művész, hogy küldjem át neki az egész videót letöltve. Ezt le lehet tölteni? Igen, elvileg automatikusan, amikor elkészült, megkérdezi tőled a telefon, vagy amin fölveszed, hogy szeretnéd-e menteni, és hogy posztolni. És automatikusan fölkerül akkor az oldalra. És azt hogy kell elküldeni? Vagy a linken keresztül, vagy vannak ilyen kiegészítések, ami automatikusan, tehát így ha a Chrome-ot használtok, akkor ugye meg lehet találni, vannak ilyen, hogy hívják ezeket, ilyen pluginok, amikkel le lehet tölteni automatikusan a videókat, Facebook videókat. Nem tudom, Zsolt, neked, hogy van-e valami tippet, hogy ez hogy lehet, vagy mi a legjobb erre vonatkozólag, de szívesen ezt elkül. Vagy melyik a legjobb?
Igen, lehet, és azt hiszem, hogy maga a Facebook is engedi, hogy szimplán odamész, azt hiszem, hogy van a 3 pont, és ott a megnyomod, és ott le tudod tölteni. De hogyha tudod előre, hogy erre a filmre szükség van, akkor ajánlom, hogy még mielőtt kinyomod a Facebookra a rögzítsed, mert olyan gyenge minőségbe tudod visszatölteni, hogy katasztrófa. Igen. Persze. Szóval nem, még fél HD-ben, még a 720 megapixeles magasság sincsen meg, csak a fele, azt hiszem 450. Nagyon gyenge. Uh-huh. Szóval én is, mikor akarok egy posztot például újra feltenni, például, hogy a rádiódást élőben csinálok a 3 órás belül egy interjút, azt az interjút én rögzítem a számítógépemen úgymond készítés közben, és nem a Facebooktól veszem vissza, mert az sokkal rosszabb minőségű. Oké. Na jó, akkor ennek után akkor ezt előre kell gondolkodni. Jó. Köszönöm. A másik, de, hogy hívják ezeket, extensionöknek hívják, tehát a Chrome-ban vannak ilyen ingyenesen rakadható, mert most én nem láttam mostanában, hogy megengedni a Facebook egyébként letölteni a videókat. Aloha, kedves Türkö! Például kinyitod a filmet maximumra, és ott írja a pontok mellett, ott van egy download videó. Egyből is a Windy engedély. Igen? Jó, akkor várjál, megnézem. Akkor most ma is ebből tanultunk valami, ez is variáltak, mert régen itt fönn volt rögtön egy ilyen kék gomb, ami automatikusan megengedte azt, hogy megnézze. Az a kék gomb, ami kijön, az egy third party-nak a gombja, az csak fel is találta, és azért volt. Akkor oké, jó, oké. Csak képzeljük el, hogy mekkora mennyiségű videókat tárol a Facebook, és ezért ilyen nagyon kicsire legyengíti az egészet. Igen, köszönöm, látom. Máskülönben ez egyáltalán nem probléma, mert az én tapasztalatom az, hogyha egy videónak a hang minősége tökéletes, a kép mondjuk csak 10%-os, akkor is az emberek megnézik, de ha fordítva van, hogy tökéletes képed van, de a hangot csak 10%-os, nem nézik az emberek, mennek át, a hangra nagyon kell vigyázni. Igen, meg hát ugye feliratozni, sajnos a magyart, tehát én is próbáltam manuálisan föltölteni, nem nagyon megy még mindig, sajnos, ezt még nem nagyon engedi. Hát ha az SRT fájlokat feltöltöd, akkor fog menni, mert azt te irányítod át az ég, csak az olyan munka, hogy katasztrófa. Igen, az nagyon-nagyon manuális, az biztos. Nem tudom, hogy látszik-e most a képernyő, hogy pont meg akartam osztani, hogy pont itt a videó most látszik, ha minden igaz. És akkor itt van a videó nekünk is, amit ilyen élőbe ment. És akkor itt elvileg lehet edit videó, látjátok, download, itt meg lehet csinálni. Ahogy mondta Zsolt. Jó? Még egy érdekességet tudok mondani, ha pécsetek van, akkor gyűjtjük a lájkokat, hogy minél több emberhez érjen el elméletileg, de nagyon félek, hogy már nem nagyon segít. Nem. Ha valakik lájkoljanak egy akármit, amit kiteszel, egy filmet, egy képet, vagy valamit, akkor ha ráklikkelsz a lájkolókra, akkor ezentúl meg tudod hívni őket, hogy lájkolják a pécsedet. Jaj, de jó, hogy mondod. Igen, így. Tehát, hogyha itt van az például, látjátok, hogy itt van, ezt akartam pont, nagyon jó, köszönöm szépen, Zsolt, hogy igen, tehát itt van az, hogy ő például nem volt az oldalunkon, de itt meg tudjuk hívni, hogy lájkolják az oldalunkat, ők teljesen újak. Tehát még egyszer, tehát, hogy odamész, akik lájkolták, ráklikkelsz, és utána meg lehet hívni őket. Egyéb kérdés esetleg? Nincs kérdés? Mindenki tud mindent. Kikérdezzük ám. Jó, hogyha nincs, akkor köszönjük szépen, hogy ilyen sokáig itt voltatok. A videót majd így felrakjuk is a YouTube-ra, és akkor onnan majd elérhető lesz, hogyha valamit vissza szeretnétek nézni.
kérlek benneteket, hogyha tudjátok, vagy van kedvetek megvenni a könyvet, mindössze 9 dollárért meg lehet rendelni a Hungarian Hub oldalról. Ebben nagyon sok trükk és tipp van egyébként még ezen túl is, még amit kérdezett Andrea Chicagóból, azokra is vannak válaszok egyébként, illetve hogy a maga a social médiával kapcsolatosan és a kommunikáció kapcsán is. A következő témát